Ez van. Figyelj, az biztos, hogy jó, hogy neked nem kell egyébként a húhozzá, hozzá. Hogy keresztül megy, de itt, Debrecenben nagyon sokan csinálják egyébként, hogy csak a havon. Lá látom a hírekben. Mit, hogy a havon a keresztül mert meg a de Debrecenben nagyon sok rossz fiú van. Ó, hát? oh, adjad! Itt az a rossz Chicago! Mondtam már sokszor, itt chicago vadkeret megőrülés. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, Bereznai Um, megtiszteltes egyébként, hogy eljöttél, mert azért, na, mi is mindig felnézünk az ilyen villanysporttal foglalkozó emberekre, tudod, akik itt van vannak. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek akkor most már ezek szerint élőben vagyok, köszöntök a minden teljesen. kedves nézőt. Nem szoktunk szólni, mert úgy sokkal viccesebb. Jó. Tudod, van aki, van, aki, nagyon rá tud készülni erre, hogy ú, és mik, vagy lehetne visszaszámolni. Tudod, nem kell, nem kell túlkapni a dolgot. Te egy olyan ember vagy egyébként, akik a, Akit az embereknek, hát nem, nem feltétlenül kell bemutatni, mert azért rettentő ö, mértékben fölkapott téged a sajtó, amikor elérted az első ilyen nagyon komoly eredményedet, ö, és utána foglalkoztak is veled többet. Ö, viszont szerintem, amivel foglalkozol, az, 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 nagyon, az nagyon nehéz téma a legtöbb átlag ember számára. Te egyáltalán meg tudod fogalmazni? Mit szoktál mondani azoknak, akik tudod, hogy totál laikusak, hogy mit csinálsz? Hát amikor vagánykodni akarok, akkor e versenyző helyett azt mondom, hogy szimulátor versenyző, mert ebből átvezethetem egy mérnöki uh, komolyságra is a témát, mi szerint én akár az autók fejlesztésében is segítek. Sajnos csak embereket szórakoztatok, és csapatokat képviselek, és, és versenyekben szereplek, és próbálom a lehető legjobb eredményt elérni de már ezzel is megvillantom, hogy ez az iparág sokszínű, és belőlem is lehet még valaki. Aha. De amúgy vagy azt mondom, hogy a e esport versenyző, vagy ha komolyabbnak akarok tűnni, akkor azt mondom, hogy szimulátor versenyző, hogy egy kicsit jobban összekössék a valósággal, és rájöjjenek, hogy ennek nem csak a játék az értelme, hanem bizony komoly cégek használják ezt a technológiát, hogy jobbá kovácsolják az autóipart és a motorsportot. És mennyire van nehéz dolgod ebben ezzel kapcsolatban, mert ugye érdekes a, a ez az, ez az F1-es sport, hogy ugye nem teljesen szimulátor a játék, amivel amivel játszatok. Tehát, hogy, hogy, ugye mondod, hogy szimulátor versenyző vagy, ugye vannak azok a tipik simgémek, amikkel szoktak ugye játszani az emberek, és az F1 azért abban különbözik, hogy ez azért az átlag közönség számára is egy elérhető valami, és Tudnak azonosulni vele az emberek. Igen, ez nagyon érdekes, pont azért, mert a Forma egy nem a legélethűbb szimulátor, sokan nem tisztelik, mert szerintem az a fals kép rejlik bennük, hogy ami nem szimulátor, az könnyű, meg a szimulátor attól a szimulátor, mert nehezebb. A szimulátor az csak azt jelenti, hogy más a komoly szimulátor programokkal, mint például az iRacing, az Assetto az Air Factor, vagy akár még a Race Room is, a fejlesztők több időt töltenek azzal, hogy ahogy a rázókövekhez hozzáér az autód, az hogyan reagál az autó beállítások, ahogy egy kis szárnyat elváltoztatsz az autón, a futóműt keményebbé teszed, az hogy korrelál a valósággal, konkrétan a virtuális világban, a Forma 1-esek, Forma 1-es játéknak a készítő inkább a költségvetést, ugye elköltik marketingre, mindenféle leges animációra, szóval a programok szimuláció terén kezdetlegesebb, de sokszor ez akár nehézséget is jelent, hogy sokszor egy szimulátorban egy, egy adott kanyart könnyebb bevenni, mert nem kell annyira a fizika határán súrolva menni, mert mondjuk könnyen túlmelegszik a gumi, és elég egy szép ívet rajzolni, Forma meg be kell dobni, driftelni kell keresztbe, csak azért, mert nem életű, sokszor nehezebb is a, mm -hmm. is a, dolgunk, mint egy szimulátorral. Itt mindössze az a kérdés, hogy egy adott versenyző, mint én, mit Választ, melyik sportot szereti, hol szeretné képviselni magát, hol, hova teszi be az időt, hol gyakorol, mit gyakorol, és akkor abban valószínű jó lesz, ha alapból is jó lenne, mert az adott képességek, amiket fel kell használni, hogy egy szimulátorban jók legyél, pont ugyan azok a képességek, mint amit egy Form 1 játékban is fel kell használnod, hogy jó legyen. Itt ugye a másságon van a hangsúly, és egyszerre sokat nem tud szűzni, mivel tényleg ahhoz, hogy gyors legyél a, a legmélyebb bizon memóriádba, be kell épüljön az autó mozgása, és egy képernyőn keresztül is egynek kell legyél a technikával, és ez sok óra, sok gyakorlás. Én a Form 1-et választottam, mert ez a kedvenc sportom, úgy az egész világon a motorsportok királyának tartom. Itt van a legtöbb ember, számomra a legtöbb ember mindig a legtöbb lehetőséget is rejtette önmagában, éppen ezért nem annyira érdekelnek azok a hangok, hogy nem ez adja a legéletűbb vezetési élményt. És amit nagyon sokan alábecsülnek, attól, hogy ez nem a legéletűbb, attól még egyértelműen jelenleg az F1 e-sport a, 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 a szimulátorversenyzés csúcsa, az e-sport autózásnak a legnehezebb iparága, ez szimlán matematika, nem egoizmus, ez az a bajnokság, ahol a legtöbb ember jelentkezik, és ez az a bajnokság, ahol a legkisebb időkülönbség választja el az elsőt az utolsótól. Ilyen egyszerű meghatározni számomra, hogy mi mennyire kompetitív és mennyire nehéz, és ahol én vagyok, az a legnehezebb. Ez világos is egyébként, és nyilvánvalóan ugye az, hogy, hogy létezik ennek úgymond a fizikai valóságban is egy, 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 egy verziója ennek a sportnak, ez a népszerűségén azért sokat dob egyébként, hogyha belegondolsz, hogy, 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 hogy az emberek tudják, miről van szó. Tehát ugye biztos, hogy benne tudnánk találni olyan embereket, akik, hogyha megnéznének egy ilyen közvetítést, egy f 1 gémről, lehet hogy el ismernék, hogy nem a valóságban, hanem hogy jól néz ki. Igen, igen. Úgyhogy ugye ez is biztos, hogy abban egy népszerűségén, de az egyébként, amit mondtál, hogy, hogy ugye ide jelentkeznek a legtöbben öm, így az autós esportból. Ez nyilván ugye a sport ismertsége miatt is van, de gondolod, hogy amiatt is van, hogy a játék egy, egy elérhetőbb valami? Így van. A Form 1-es játékot egy évben egyszer kell megvenni, könnyen ki tudod választani, hogy milyen valós pályán szeretnél versenyezni, milyen versenyzővel kimehetsz a boxba, ugyanúgy kopik a gumi, van turbulens levegő, szélárnyék, DRS, energiavisszanyerő rendszer, minden, amit látunk a közvetítésben, itt is elérhető, gomnyomás rá a felhasználótól, nem kell nagyon részletes autó beállításokat letölteni az internetről, berakni a fájlokba, hogy, hogy valahogy működjön, és egyáltalán körbetalálja a pályán, pillentyűzettel, kontrollere, kormánya Mit van, kigurulsz, és egy jó játékélményben lesz részed. Ezért szeretik a legtöbben ezt a játékot az autóversenyzős játékok közül, mert ennél jobban a motorsport csúcsát talán nem lehetne megrajzolni. Hát meg az igen. Storymód van benne, más m. játékokban nincsen storymód. A TV kommentátor, például Will Buxton, aki mindig a valóságban járja a padokot, ott van bent a játékban is, mondja, és ha beállítod a nevedet, azt mondja, hogy te is a mezőny része vagy, és kíváncsian várja, hogy mit csinálsz. A... A, a szezonban olyan, mintha fészappal egy színész csak neked írná a filmet, szóval... Eh. Így könnyebben berántja az embereket, és ugye, hogyha több embert beránt egy játék magába, akkor ugye több ember kerül ki, akire, akiről kiderül, hogy szenvedélyi meg, hogy nagyon tetszik neki, vagy hogy nagyon jó benne. Tudod, ez a, a széles hálót vet ki a játék, vagy jó. szélesebbet, mint mondjuk egy game és ez nagyon sokat számít. Hányan jelentkeznek egy ilyen versenyre egyébként, amire te is például... A legelső szezonban 67 ezer ember próbált a kvalifikálni magát az F1-es sportbajnokságára. Én akkor a legjobb uh, tízben bent voltam már a kvalifikációs fordulók után, és világbajnoki második lettem. Idén már több mint 220 ezer ember próbálta a uh, kvalifikálni magát erre, ami azt jelenti, hogy van egy kvalifikációs program, ami egy versenyhelyzetből áll, öt uh, kör kell teljesíteni, és a leggyorsabb idő számít, és bármennyiszer próbálkozhatsz, állítgathatod közben az autód, az a lényeg, hogy az összidőt jobb legyen, és utána, miután bejutsz egy bizonyos tömegbe, utána egy külön bajnokságon is részt kell venned, és ugye mennek tovább a lépcsők, és a végén csak néhány ember marad, akikből aztán választanak a csapatok, vagy egyenes úton bekerülnek egy csapathoz, is, utána küzdenek ugye a, a világbajnokságban a világbajnoki címért. Na most, aki egy teljes kör teljesít, az ugye már e, kva, gyakorlatilag kvalifikációt megpróbáló személy, de, de teljes köröket több mint 220 ezer ember teljesített, de nagyon-nagyon de szoros. Az első száz közül azt mondom, hogy szinte bárki bejuthat, vagy bárki kieshet. A, az első száz ember között körönként max 3 tized másodperc van. Körönként max 3 tized, az első száz ember között. Az, az, nagyon sok, sokszor Hamilton ennél nagyobb különbséggel nyeri meg a polt, mondjuk bot tesz előtt, szóval két csapattárs között a valóságban ennél nagyobb a különbség. Ez tényleg egy kihegyezett dolog, akkor basszus. Hát, Atyaig. Igen. Mert hát ugye az maga, amit mondasz is, hogy minél több ember van, ugye annál nehezebb át, átmenni a rostán. A népszerűsége szerinted mitől nőtt meg most ennek a dolognak így hirtelen egyik évről a másikra? Mert azért ez több, mint háromszoros növekedés. Hát a koronavírus nagyon sokat segített. Uh, ugye Idéző sokan jelgen. otthon voltak. Igen, uh, nem akarok rosszai lenni, de uh, ugyanúgy, hogy a kriptot is megtolta. A, a, a Az egész gaming iparágat uh, szerintem előre lendítette. A streameléstől kezdve uh, a Minden, felhasználókon ami... át. Igen. És um, ugye a Forma 1 a sivatolos játékban volt olyan verseny is, ahol az elmaradt valódi futamok helyett ebben a játékban Igen. az igazi pilóták versenyeztek, és nekem is volt szerencsém, még uh, interneten is fent van, uh, játszani közösen, úgyhogy egy Discordon voltunk konkrétan, Löklerrel, Norisszal, Russell-lel, ez hatalmas dolog, és sokan ugye úgy néztek erre a játékra rá, mint mondjuk egy Need for Speed-re idáig, de amikor a pilóták azt mondták, hogy ez a pálya, ez bizony tényleg ugyanaz a pálya, ahol én vezetek, az a legmegnézettebb videóm, szóval ha a lejátszási listát úgy állított be, vagy is a legsikeresebb, akkor... Az, az meg lesz az. Ott van Lökler, Norris, Giovinazzi ellen, ott ücsörgök, még Alfa Romeo-s voltam. Itt konkrétan velük versenyzem, de itt van például Ilyen is, hogy Tibó Cortóá a Real Madrid kapusával játszottam formájban, Nicolas Latifi, ott van Limitless, ő például egy egy nagyobb youtuber, Pietro Fett Fittipaldi for formula 2-ben versenyzett akkor, volt golf világbajnok is, uh, szóval volt itt mindenki a mezőnyben, itt egyelőre csak a lobbyban vagyunk, de a beletek akkor biztos lesz valami kis versenyzés is, ez talán pont egy időmérő. Lényeg a lényeg, hogy így, így, így nagyon elismert személyek léptek be a gaming világba, és kommunikálták azt, hogy ez, ez nagyon közel áll a valósághoz, és és, és, azt is, hogy, 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 a jövőben talán ez a legköltségbarátabb móda, hogy valakiből mondjuk ki, kiderüljön, hogy van-e tehetsége, hogy valaha form 1 versenyző legyen, és ez sok fiatalt is motivál, akinek az az álma, hogy egyszer autóversenyző legyen, hogy basszus, egy ilyen játékban, ha jó vagyok, akkor lehet, hogy további lehetőségekhez juttat, és a külvilág meg azt látta, hogy ha egy kicsit még jobban át akarom élni, és nem egyszerű nézőként, hanem részvevőként szeretnék részt venni ebben a világban, akkor elég megvennem ezt a játékot, Töltenem, és a kedvenceimhez össze is hasonlíthatom magamat, és, és ez fantasztikus, és ezt, hogy e ezek az elismert személyek mondták, és nem mi, a kis a kis szobából, hanem a világ legjobb atlétái, így, így, így ez nagy, nagy, nagy elismerést nyert. És, és tényleg meg sokszorozta a Form 1 játék iránti érdeklődést is. És nyilvánvalóan Ebből a, a, a körforgásból a játék gyártó is jól jött ki, mivel több bevétele lett, még többet tudtak költeni a fejlesztésre, ezért a játék az elmúlt két évben is többet fejlődött, mint bármikor két év alatt. Nem, de ez nagyon durva, amit mondasz, mert mi is figyeltük egyébként ezeket a dolgokat. Ugye többször előfordult, hogy, a, hogy az ilyen közös nagy kívül is ugye láttuk Landon is külön streamelni, meg ők is, ő is elkezdett itt mozgolódni, amíg ugye a koronavírus időszak volt, stb. És ez valószínűleg rettentő sokat dobott rajta. Illetve hát vannak, akik, akik ugye a mostani Forma egy szezon izgalmasságát, illetve a Netflix sorozatot is Ugye emögé rakják, hogy ilyen magas sport is egyébként egy, egy egyre népszerűbb egy valami, és hát ugye tudnak nyúlni a videójátékhoz egyből, hogy, hogy megpróbálják átélni ezt a dolgot. Te melyik évben jelentkeztél először? 2017-ben? 2017-ben. És akkor, akkor téged abban az évadban, te be is kerültél csapatba, vagy az majd csak később lett? 2018-ban igazolt le az Alfa Romeo. Mm -hmm. 2017-ben a legjobb 40-ben jutottam be, de a legjobb 20 ba nem jutottam mm -hmm. be. Igen, ez volt az első lépés, és akkor a következő évadra ugyanúgy jelentkeztél felkészülten, és akkor ott a a, a, kvalifikáció, a kvalifikáció alatt már ugye ki is választottak 2018-ban? 2018-ban volt egy Pro-Draft nevű rendezvény, ami olyan, mint Amerikában. A Pro-Draft gyakorlatilag nem is tudom, milyen sportban van jelen, amikor választanak kosárlabda? Igen, azt hiszem, ott van. Ott van draft, meg, a, meg az ja, amerikai igen. fociban is van. Szóval a legjobb 20 Angliába utazott, ott mindenféle teszteken, meg interjúkon estünk át, és utána a csapatok egy sorsolt húzási sorrendben választhattak versenyzők közül és engem az első, én voltam a, nem, nem, az első, a második választás én voltam az egészből, az első csapat nem tudom ki volt, de a második a Mercedes volt, és a Mercedesnek az első választása én voltam. És ott a Mercinél kezdtél. Így van. Így. Tesztek? Milyen tesztek? Hát öm, beraktak minket egy szobába, volt ott néhány szimulátor, betöltöttek egy pályát, azt ah. mondták, hogy itt most egymás ellen versenyeztek, itt most a köridő számít elvittek minket, amúgy gokártozni, is. Az interjúkon nyilván szerintem a folyamatos hangol beszéden volt a hangsúly, meg az, hogy ki mennyire gondolja komolyan egyáltalán ezt az egész e Sport pályafutást. Azért az e Sport egy olyan világ, ami nagyon bezárkózik egy kis szobába, és azok mögé, a játékosok mögé, akik igazából egész nap csak játszanak és gyakorolnak, és ez nem túl érdekes, de ha valaki ebből csak egy kicsit is eh, ki tud szivárogtatni a kővilágnak, esetleg olyan hajlama, mint nekem, hogy szeret tartalmat készíteni, eh, vagy jobban kommunikál. Egy olyan helyzetben, amikor még abban a stádiumban vagyunk, hogy Egyáltalán el kell mesélni az embereknek, hogy mi a fenét csinálunk most, az, az szerintem előny, és én erre is mindig törekedtem, hogy érdekesebb legyek, mint egy, egy, egy nagyon ügyes gamer, aki lehet, hogy jó, de egész nap csak ül és, és gyakorol, és utána jelentkezik egy versenyre, senki nem is ismeri a nevét annyira, nem tudnak hozzá egy szemét kötni, és elér egy szép eredményt, és folytatódik tovább. Ennél még akár a siker árán is talán egy, 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 kicsit fontosabb, hogy, hogy nyitott legyen az ember is interaktív. Biztos vagyok benne egyébként, hogy a csapatoknak is számít az interjú alatt biztos, hogy ezt is nézték, mert eleve az esportnak egy olyan, van egy ilyen törekvése, tudod, hogy próbálja az esportról alkotott képet egy kicsit megtörni azzal, hogy nem mindenki, tudod, ilyen, ilyen igénytelen magára, meg ott be van szépen ott görnyedve a székében, hanem hogy igenis ezek az emberek is adnak magukra, van egy személyiségük, tudnak beszélni, tehát ez nekik biztos, hogy nagyon fontos. És akkor a Mercinél kezdtél, és akkor abba 2018-ban már akkor, mint mercedes indultál a világbajnokságon. Még mielőtt az, az, az eredményekre rátérünk. Itt a világbajnokságot ugyanúgy kell elképzelni, mint a Forma 1-ben? Sajnos nem utazzuk be az a, a világot, <laughs> de hogy ugye a világ volt kínai versenyző is, volt Ausztrál, volt magyar, volt német, francia, ugye a, a legjobbak küzdenek, és ugye a világ több virtuális pályáján versenyeztünk, viszont élőben volt, uh -huh. Angliába kiutaztunk, és egy rendes arénában versenyeztünk, és ha nem lenne Covid, most is ott versenyeznénk, most az utóbbi két szezon otthonról zajlott, de valószínű majd ide hamarosan visszatérünk az arénába, amikor a, a szituáció lehetővé teszi, de kiutaznak ilyenkor a versenyzők, mindenkinek ott van egyenlő székek, egyenlő Aha. számítógép, egyenlő monitor, ugye a szimulátor program és az autók is egyenlőek, és akkor ott, amikor verseny van, ugyanúgy, mint ahogy a pilóta bemegy a garázsába és, és beül az autójába, mi is beülünk a szimulátorba és próbálunk teljesíteni. Az első VB az 10 futamból állt, ezt ugyanúgy megelőzi egy időmérőedzés, ami eldönti a rajtsorrendet, az időmérő előtt nálunk is ugyanúgy van szabad edzés, amikor egy kicsit még finom hangolhatod az autót beállítását az adott körülményekhez, viszonyulva, és nyilván megszokhatod te is a szimulátorod, mert otthon is ugyanazzal a szimulátorral készülünk fel, amivel aztán kint vezetünk, viszont ahogy nincs két egyforma alma, úgy nincs két egyforma szék, és ha már kicsit puhább a pedál, mint otthon, ezek, amikor ezredek múlnak, pont ezek azok a különbségek, amiket ha valaki jól megszok, akar, akkor, akkor győztesen jöhet ki egy csatából. Világos, de mondjuk ezekre jó lehet a szabad edzés, meg minden, hogy ugye ezeket kikorrigáljátok. Igen, igen, igen. Nem, amúgy, és akkor ez hogy kell elképzelni, hogy ez ilyenkor, ilyenkor, egy versenyen belül letudtok több szakaszt, vagy itt is ilyen hétvégen te van szétbontva a Négy dolog? hétvége volt, és valamikor kettő, valamikor három versenyt mentünk, mm -hmm. és akkor így jött ki a tíz. Most négyszer három, és akkor így van tizenkettő futamunk egy szezonban. Ez amúgy nem sok. Én azt látom és ez egy nagy álmom, hogy megéljem még e vagy legalább valami teljesítményért felelős menedzserért, de az a lényeg, hogy legyek ott, hogy ezek az F1 e futamok betét futamok lehessenek, és a valós hétvégére néhányra, akár csak a, a 8-10 európai hétvégére kimenjenek az elsportpilóták pilóták is. Minden pedókban és minden egyes fenzomban is a pálya körül mindig van. 10-20-30 szimulátor is egy adott verseny hétvégen. Mindig van ez az F1 fenzón egy, egy kiemelt része, ahol ugye bárki kipróbálhatja ezeket a szimulátorokat. Na most a hétvége legelső szakaszán esetleg, ha azokat a szimulátorokat csak lefoglalnák nekünk, elsportolóknak és a, a pálya melletti képernyőre, miközben már vannak a betétfutamok, egy megfelelő időre kiközvetítenék azt, ahogy ott élőben játszunk az szerintem tök hangulatos, tök lasz lenne, és hát ki tudja, hova fejlődik a világ, lehet, hogy egyszer már hologram autók is fognak majd közlekedni a pályán, és nem is kell képernyőkön keresztül nézni, hanem ugyanúgy oda mennek a rendes pályához rendes emberek, és látják, ahogy köröz a semmi, és köröz az a sok elsporttól, ez már nagyon elrugat, elragaszkodott, de ez talán még közelebb áll a Forma 1 mint az, hogy egy idegen angol arénába oda megyünk, és akkor ott versengünk egymással, de hát annak is megvan jó hangulata és innentől kezdve viszont ugyanúgy működünk mi is, mint egy rendes Forma 1 csapat. Vannak felelős menedzserek, akik segítenek akár a mindennapi edzésben, az életben, a tartalomkészítésben, a teljesítményre figyelnek oda olyan szinten, hogy minden adatot rögzítenek, és megpróbálnak objektívan egy képet vonni arra, hogy hol érhetünk el még fejlődést, összetartják a csapatot, olyan embereket szerződtetnek a csapathoz, akik segítenek bizonyos fejlesztésekben számunkra. Van olyan versenyzők, akik csak az autóbeállításokkal foglalkoznak, mondjuk csak esős körülmények között, vagy uh -huh. vagy csak versenykörülmények között, vagy csak időmérős beállítás. És mi mindannyian összedolgozunk azért, hogy azokat az utolsó század másodperceket megtaláljuk, a, a fizika törvényeihez legközelebbi század másodperceket, hogy aztán legyőzzük a többieket, és egy jó eredményt érjünk el. És ezt ugye nagyon-nagyon sok millió fiatal nézi, akik szintén játékosok, akár elképedve nézik, hogy milyen időket érünk. El egy pályán, hogy vezetünk itt is életű, gyönyörű csaták vannak, azért nem mindenki ér így körbe egy, egy versenypályán, mint mi, és ezt azért tök jó nézni, itt is hárman vagyunk egymás mellett, összeérnek ketten, megpörögnek, éppen kikerülöm minden esetre. Minden esetre ezek nagyon izgalmas dolgok és ugyanúgy, ahogy a valós sportot is követjük, valamiért ezt is követik a, a versengésér, és itt mi az adott márket próbáljuk a legjobb színben feltüntetni, a legjobb eredménnyel képviselni, és ezért megy az egész éves munkánk. Világos. Én nem tudom egyébként, hogy is mondjam neked, azt amit mondtál, hogy hogy el tudnád képzelni, hogy ugye a valós futamoknál ö, megjelenjen. Én nem tartom elképzelhetetlennek azt sem, hogy ö, hogy esetleg olyan rendszer lesz, am, am, amikor egy hétvégén le fog menni ez a verseny is. Mármint a közvetítésben. Igen, igen. Azért, mert ö, a, az izgalma ennek a versenynek is ugyanúgy megvan. Tehát egyedül annyi van, hogy ott néz, ott, hogy ugye bevágnak titeket, mert ugye a, 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 stadionban is bevágják az arcotokat, ahogy ott ültek a szimulátoron, minden. Annyi majd hogy tudod, hogy ha borulás van, akkor a gyereket nem fogják kilőni a székből a, a, stadionba, így a falnak, vagy valami ilyesmi. Pedig lehet, akkor kevesebben lennének olyan agresszívak, mint most. Igen, ebből a szempontból hogy nagyon más egyébként ez a verseny, ugye sokkal agresszívebb tudsz mert nem kell félni, hogy 30 g a falba csapódsz, vagy mit tudom. Igen, nem kell félni, csak max a pofonomtól, amikor kinyúrom. A... Igen. Igen. Mennyivel másabb egyébként stadionban teljesíteni, mint otthon? Én azt sokkal jobban szeretem, azért ott rengeteg fény van. Van zaj, hiába vannak ilyen legjobb noise cancellinges fülhallgatók, behallod egy kicsit. A arénának is van egy ilyen rezgése, ott van a többi játékos. Ha van, akinek azért van furdalása ott, akkor jobban kijön. Hogyha pont a mellette ülő cseszed ki a pályáról, akkor. akkor talán azért óvatosan nézel át, vagy talán nem is csinálsz akkor a butaságot. Igen. Én azt jobban szeretem. Másrészt ugye, ott hozzá kell szokni egy olyan technikához, amit soha nem vezettél. Sokszor a verseny előtt egy nappal érkezünk csak a salonba, és egy óra felkészülésünk van is. Hiába ugyanaz a plészít amiben ülünk, hiába ugyanakkor a monitort nézünk, hiába ugyanaz a kormány, tényleg más, más, más is. Ez aki gyorsan megszokja, aki jól kezeli ezeket a disztrakciókat, és a mercedes nekünk például erre is volt külön tréningünk, hogy, hogy ütött az edzőnk, meg villogott a szemünkbe, meg minden hülyeséget <laughs> csinált, várj! hogy így vezes közben, mert ez, 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 ez az e ez nem olyan, mint a tős, de hogy van azért egy kis időt mondjuk meghozni egy átgondolt döntést, hogy indikátorok alapján te mi befektetsz bele, mikor szállsz ki, mi a stop loss, mi, mi az, amikor e elviszed a profitot. Itt azonnali impulzus döntések vannak, mert 300 km per órával mész, és ha esetleg nézitek ezt a közvetítést, hogy a fehér vonalaktól sokszor hány centire van a kerekem, és az a néhány centi, amikor túl megyek, vagy nem megyek túl a fehér vonalon, az pont az a néhány centi, ami meghatározza, hogy érvényes lesz -e a köröm, vagy érvényteleníti a játék, ha hozzáérek a rázóköhöz, és stabilitást veszít az autóm, akkor itt, ha ez a sárgához hozzáértem volna, vagy itt túl szélesen mentem volna, akkor tized másodperceket vesztek. Itt például, hát túl karán fékeztek előttem egy kicsit, meg én is túl agresszív voltam, mert nagyon nyerni akartam itt, itt, túl, túlzásba vittem az agresszivitást. De lényeg a lényeg, hogy, hogy ezek a, az, az impulzus döntések, ezek, ezek muszáj, hogy, 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 hogy nagyon pontosak legyenek, és ha egy pillanatra is elvonja a figyelmed az, hogy egy, egy, fotós most átfutott előtted, és megremegett a színpad, és az arcodba vakuzott, akkor már is sokkal rosszabb pozícióba kerülhetsz versenyzőként. Szóval ezért fontosak ezek ugye a disztrakciós tréningek, amiket felvezettem is, és otthon ez nincs meg. Otthon mindenki a komfortzónáján belül van, a szobájába, azzal a szimulátorral, amit ő akar menni, pont úgy hajlik a pedál, ahogy ő szeretné. Megszokta már, nem kell semmihez hozzászoknia, egy más kihívás elé állítja ez a versenyzőket, és én az arénát az eredeti kérdésre válaszolva jobban szeretem. Vannak emberek, akik jobban szeretik, vannak, akik nyilván nagyon örülnek neki, hogy nem kell neki állni a stressznek, de az, az tényszerű, hogy Egyébként nem csak az esportban van ez jelen, hiszen mindenkinek meg kell birkóznia, úgymond már csak a közönséggel, a drukkal, ugye, hogy nem otthon vagy, sokan vannak, gondolom úgy van, hogyha valamilyen brutál előzés van, akkor ugye ott is van egy közönség a stadionban, csak érzed ott a feneked alatt, hogy, hogy ordibálnak az emberek, és az egy plusz dolog, amivel meg kell birkózni. Igen, egy... és az amúgy sokkal királyabb érzetet ad, mint, mint amikor csak otthon ülsz, úgy tényleg érzed, hogy elért valamit egy jó verseny után, amikor a, látod az arcokat. Neked egy ilyenet volt? Nem, kettő. kettő. 2018 és 19. 2018 és, és 19. Idő meglepő, az a kettő a legsikeresebb szezonom. Igen, érdekes megfigyelni egyébként ezt, hogy biztos, hogy van. Ennek biztos, hogy van köze egyébként ahhoz, hogy ki hogyan teljesít. Nyilván nagyon sok minden áll egy ilyen technikai sport, különösen egy technikai e-sport, az talán még több mindenből áll, biztos nem akar valaki olyat hallani, hogy azért buktad el a versenyt, tudod, mert beszart az egyik RAM, vagy tudod, én töm, a nem megy az ssd mert amúgy PC-re játszhatok, Igen. ez megvan, oké. Okay. Um, de te az első évedben, ugye még a Mercedesnél, a legelső évedben ott, ott ott már sikerült nagyon jó eredményeket Igen. hozni. Második lettem, világbajnoki második, azóta is az amúgy a, a legjobb eredményem, nem a legjobb szezonom, mert a következő évadban sokkal jobb voltam, mint az előtt, csak uh, ér több a szerencse, de a konstruktúri bajnokságot is sikerült megnyerni a mercedes és a számunkra óriási eredmény volt, Azért, mert az esportban ugye az autók egyenlőek. Uh -huh. Ezért is teszi ezt ennyire kompetitívvé, ennyire különlegesé. Nincsen veszély, mert hogy nem tudjuk magunkat összetörni, ez nyilván valamit elvesz az értékéből, de az, hogy itt sokszor a pályán sokkal kisebb különbségek döntenek bizonyos pozíciókról, és sokkal szorosabb küzdelem megy, az meg lehet, hogy ezt egy kicsit kompenzálni tudja. És az, hogy a Mercedes azt a márkát, akik odáig éveken át domináltak a hibrid érában, ilyen körülmények között is, egyenlő autókkal, teljesen egyenlő feltételekkel, így senki nem foghatta arra, hogy Fú, hát Hamilton még ha félkézzel menne, is Igen. nyerne, mert annyival jobb a Merci. A valóságban akkor ez valóban így volt, most itt egyenlőek voltak az esélyek, és így is dominánsan meg tudtuk nyerni a konstruktőri bajnokságot, és ez, ez számunkra óriási eredmény volt. Meg ugye az egész márkának, mert gyönyörűen szimbolizálta a, a hozzáállásukat, és hogy, hogy mi választja el őket a, a, a többitől. Az, hogy. hogy, hogy és, és, nem mondom azt, hogy egyenlőek az autók, és csak a pilótákon múlt, és bármilyen másik csapattal nyertünk volna, mert ezt is mondhatnám, de ez egoista lenne. Alapból az egész felkészülésünkben mindent megragadtunk, ami, amit esetleg mások nem, és ott tettünk különbségek, ahol, 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 mások nem tudtak. Mert amikor egyenlő az autód, és a versenyzők is szinte teljesen egyenlő tehetséggel rendelkeznek, és ezred másodpercek döntenek, akkor már olyan dolgokra kell odafigyelni, hogy mit teszel, hogy kezd fel, mennyit alszol, mennyit gyakorolsz, mi mikor van a, a gyakorlásodnak a legmagasabban a görbéje, mikor leghatékonyabb? Ezt sok tesztelés után valakinek ki kell elemeznie, valakinek erre rá kell jönnie, bele kell tenni annyi időt, amennyit más nem, hogy te több ezer autó beállítás kombináció közül a legjobbat választ ki, mert ezek azok a pontok, ahol különbséget tehetsz, különbséget jelenthetsz, nem véletlen, hanem konzisztensen is ez alkotja a bajnokokat, és ezt mi a Mercedesnél megcsináltuk tökéletesen, és arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és egy nagyon-nagyon jó élményként éltem meg. Abszolút, ezt tudja csinálni neked a háttércsapat gyakorlatilag, ugye, amiket elmondtál, ugye, ezt a kicsit az energia, meg, meg edzés részét a dolognak, mert azért, na, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog ami nem, tehát neked van dolgod, neked vezetned kell. nyilvánvalóan. nagyon sokat. Biztos vagyok benne, hogy itthon is mindenki büszke volt egyébként rád, és ez a teljesítmény, ahogy beszéltük a podcast előtt is, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindenkit motivált, és kicsit erőt tudott adni az a kapcsolatban, hogy egyáltalán jelentkezzenek ebbe a sportba. Hiszen, hogyha valaki már eljut, és valaki már megcsinál ö, valamit egy ilyen sportban, akkor utána azért ö, könnyebb utána menni. Mindig azzal van a baj, amikor először valaki. Mert tudod, így neki jössz, hogy ó, oh, hát izé, kis országból, majd pont én, tudod, nincs meg a motiváció, de hogyha van előtted valaki, aki már megcsinált, akkor ha őnek is sikerült, nekem mérne. Úgyhogy ez, ez, ez meg is történt, de most már többen vagytok azért így a magasabb szinten. Igen, van egy másik magyar is, Sipos Patrik, aki az Alpinhoz van leigazolva, mm -hmm. mint e-sport versenyző neki, az idei volt az első szezonja, nyilván nem tudom, hogy jövőre folytatja, vagy sem, de ügyes volt, szerintem mm -hmm. mindenképpen folytatja, és jelenleg a világon a legjobb húsz-ban a kvalifikáltak közül, vagyis akik még most próbálnak bekerülni a kvalifikációt végzők közül, nem tudok magyarul. Négy magyar is van, szóval összesen már hata, hatan vagyunk magyarok közel a tűzhez, és... Um... Ezt egy kicsit azért betudom annak is, hogy én mindent megtettem. Nagyon-nagyon sok tartalmat készítettem, nagyon könnyen lehet ez másolni. Nagyon-nagyon sokan betekintést nyertek abból, hogy hogy milyen egy ilyen esportól élete, és hát nyilvánvalóan voltak is emberek, akiknek ez megtetszett, és, és, és megpróbáltak ezen az úton elindulni. Amikor én bekerültem, akkor abszolút annyira az egyetlen magyar voltam, hogy közelébe talán top százba se volt senki. Igen, más. akkor erről, mikor elkezdtek hírezni, amikor elérte az el mint akkor nagyon sokat beszéltek, hogy nem volt akkor igazából más magyar, aki ilyen szinten volt. De biztos vagyok benne, hogy van részed abban, hogy, 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 úgymond azt a kezdeti akadályt, tudod, amikor az ember meghozza a döntést. Azt nehezen szokták meghozni az emberek, és hogyha van valaki, aki tudod, előtted bejár egy utat, akkor utána könnyebb ezt meghozni. De jó hallani, akkor ez azt jelenti, hogy ugye a, a top 20 ban úgymond ketten vagytok. Igen. És a, a top-20-ba, ahonnan beválaszthatnak a top-top-20-ba, ott még vannak négyen. Igen, igen, igen. Hát ez az, ez az egy nagyon állat dolog, és, és azért, na, tehát fényderül arra néznek, hogyha... Mit mond ez el nekünk, ugye, a lehetőségeinket, illetve... Hogy minden magyarral jutalékos szerződést kell kötni. <laughs> Igen. Mert engem, ki, engem, engem itt kitúlalkodnak. Mindenki kitúlja, ennyi van. Jelenket, Így van. Nem, mert jönnek a fiatalok és beledöngölnek, stb. Szó se róla, én azt gondolom, hogy a sportnak megvan az a, ahogy az esportnak is megvan az a része egyébként, hogy, hogy, a sport akkor jó tudod, amikor, amikor a legjobbak versenyeznek egymással. És nézd, hogyha, tehát nagyon király, hogy, hogy, egyre több jó ember van. Mert igazából a verseny hozza ki azt, a nap végén, hogy, hogy mennyien néznek, hogy, hogy mennyire vagy népszerű, mert nézd meg most, hogyha, tehát akármennyire is öm, öm, nem szép dolog 18-nak lenni a valódi forma egybe, na, tehát, most akkor is az egyik, tehát a legnépszerűbb, a legnagyobb autósportról van szó, a sose szégyen. Igen, tehát, igen. a sport nagy, akkor mindenki nagy, aki részt vesz benne, és én ebben hiszek, hogy ez, hogy ez egy jó dolog, és tökre örülök, hogy mondod, hogy azért ezek a statisztikák változtak. Több magyar lett, több jelentkező, stb. Az első két évben voltál a Mercedesnél? Nem, az első egy évben. De csak az első csak, egy év volt. Így van. Sosem tudom, amikor jön az alfa be, de akkor csak az első év volt. Igen. És akkor volt a, a legjobb eredményed, mint a, tehát mint, tehát, hogy, mely, hogy melyik hely, helyez, helyezésként végeztél. Igen, vagy? igen. De a következő futamot tartottál, vagy a következő tartottál a legjobbnak? Igen, hát 2019-ben szerintem meg kellett volna nyernem a világbajnokságot. Az első helyről estem ki kétszer, fékhiba miatt. Oh. Olyan Olyan fékhiba miatt, hogy Hát... Um, nem tudom, hogy van-e Youtube-on olyan klip, hogy bereznai breaks, de mindegy igazából. Um, Meg rá, lehet nézni? Rá, rá tudsz keresni. A, én a közösségben, igen, hogy finoman fogalmazzak, a közösségben a fake technikám legendás. Hogy, <gül> 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 hogy én, én, nagyon át nincsen sajnos. Mindegy. Így, így, az így, szerintem nincsen kiemelve. Ja, igen? Nincs. Az a lényeg, hogy nagyon agresszívan nyomó a féket, és hát igen, itt válasz el a lant az otthoni játéktól. Elvileg ugyanaz a fékem volt ott is, kint, meg otthon is, e, és otthon ugye sosem tört el gyakorláskor, és biztos más gyártás sorozatú volt az a fék. Várjál már, meg, ne arra, hogy a Te a fékhibáról arról beszélsz, hogy konkrétan a Igen, a, 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 való, igen, a pedál. Jé, én azt hittem, hogy elrontottad, nem, nem. hogy elfékezted. Nem nem, nem, nem. Ú, ez nagyon áll. És uh, vezet, vezettem a versenyt, két versenyen is, és mind a kétszer eltört a fékem az első helyre. És ez ugyanúgy DNF, tehát akkor vége, mint technikai sport. Nem szereztem egyiken se pontot. Az egyiken úgy volt, hogy nem tört el használhatatlanra, szóval próbáltam csatázni, meg mindent, de letörtem a szárnyam, kicsit nekimentem valakinek, Aha. mert nem, nem tudtam precíz maradni. Um, én, én, én Dani, látom, hogy miről beszélsz. Tehát itt, hogyha a fészkemet megnézzük, igen, hogy hogy fog fékezni Dani, mikor jön egy kanyar, igen, akkor igen. Látjátok, hogy Majd, van, majd szó, itt a hármas kanyar Igen, igen, itt lesz majd egy nagy fék, ezután itt mindjárt. Igen, van. ez az, igen. E, figyeljetek, figyeljetek Dani fészkemét, és jön a fék. Mindjárt, ez, ez kisebb. De igen, ez, ez is nagy azért, de, hát azért de, de, de az... itt, itt szerintem Hát azért oda, oda kell. Igen, rúgdosan, csúnyán. Igen. igen. Na, ez ugye azért van, mert ezek ugye nyomásérzékelős pedálok. Persze. És egy ilyen formaegyes autó nagyon nagy leszorító erőt termel nagy tempónál, de ugyanúgy, hogy a közegellenállás is, a fizikában, aki odafigyelt órán, négyzetesen csökken a sebességgel. Szóval, a, amikor gyorsan megérkezel egy kanyarhoz, nagyon nagy fékerőt tudsz kifejteni, akkor nagyon hatékonyan tudsz lassulni, és nyilván ott nem vesztegethetsz időt. Szóval én gyorsan megrugom, aztán nyilvánvalóan engedem fel a pedált, mert hogy lassul az autó, csökken a leszorító erő, és ha ugyanakkor a féknyomást tartanék, akkor blokkolnának az első kerekek, ugyanis nagyobb lenne a fékerő, mint a tapadás. És ez amúgy egy nagy előnyöm, hogy én tényleg nem lacapacázok, én, én, én nagyon agresszívan lassulok a féktáv elején, és nagyon-nagyon későn tudok fékezni a többiekhez képest, és otthon ez, ez jól is működött, és ugyanazzal a felszereléssel fizikailag ez nem működött már, és eltört fizikailag a fékpedálom, és az egyik versenyen csak úgy, hogy hibára készített, a másik versenyen, meg úgy, hogy konkrétan vezettem a versenyt, és ki kellett vennem a boxba, is, és, és fel kellett adnom. És, és emlékszem, hogy az első két versenyt mind a kettőt pont az az ember nyerte meg a királadásul, megnyerte a bajnokságot is a végén, szóval ott egyből 50 pont mm. lemaradás kerültem, és volt egy alternatív fék, ami erősebb volt, tudtuk, hogy az erősebb már az elétől, de mivel nekem sose volt otthon problémám, ezért én azt használtam, amelyik kényelmesebb az előtt, és arra aztán váltottam a következő versenyem, de az még nyilván nagyon szokatlan volt, és itt Hogyne? a második, harmadik verseny között egy nap se telt el. Szóval azon a versenyen azt hiszem 15. lettem az időmérőn, és feljöttem utána, hogy szoktam meg a féket, azt hiszem az 5.-6. helyre is a futamon. Szóval az amúgy egy jó futam volt, mindegy, onnantól kezdve még volt kilenc verseny, háromszor három, ugye ahol már elteltek hetek a felkészülésre ismét, és a, a 12 futamos bajnokság e, negyedik futamától kezdve az utolsó futamáig messze én szereztem a legtöbb futamgyőzelmet, én szereztem a legtöbb pontot, és uh, így feljöttem a világbajnoki harmadik helyre, de ha azon az első eseményen uh -huh. uh, csak beérek mindkét első futamon a második helyen, vagy, vagy, vagy esetleg meg is nyerem az egyiket, amire bőven megvolt a lehetőségem abból a pozícióba, akkor most én lennék 2019 bajnoka, és um, eb ebbe fájdalmas volt belegondolni. Akkor is írtam, most sem gondolok rá örömmel, mert um, az életben az ember sosem tudja, hogy melyik lehetőség az utolsó. Ezt hmm. fettel fogalmaz, meg nagyon ironikusan, pont nagyon jókor a 2013-as bajnoki cím után, amikor négyszeres világbajnoként is pont ugyanúgy ünnepelt, mint amikor az első címét nyerte meg. Azért, mert nem tudta, hogy mikor van az utolsó címe, és az volt az utolsó címe. Nekem ki tudja, hogy melyik volt az utolsó lehetőség, Uh, és itt nem csak a világbajnoki címre uh, értem ezt, hanem minden futamgyőzelmet meg kell becsülni, minden egyes pontszerzést meg kell becsülni, sőt minden egyes lehetőséget, hogy rajthoz állsz egyáltalán ebben a nagyon kompetitív mezőnyben is meg kell becsülni, mert amikor ekkora embertömeg tudja gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra helyettesíteni a karakteredet, mert hogy igazából őket is csak fél tized választja el attól, hogy olyanok legyenek, mint te, akkor sosem vagy biztonságban. Milyen igaz egyébként? Én megértem, és biztos vagyok benne egyébként, hogy ugye az ilyen jellegű szituációkat látjuk, hogy nagyon nehezen szokták viselni a, a, a sportolók, de a technikai sportodnak ez egy rohadt nagy átka egyébként, hogy ugye hát, hát nem tudsz mit csinálni. Ugye nyugtasson a tudod hogy a, egy valódi autó több ponton tud betolni egyébként, mint a szimulátor. De de az is lehet, hogy simán csak szétrugtad a pedált, mert nagyon agresszív voltál, <laughs> és nagyon, <laughs> ö, ö, nagyon akartad. Nyilvánvalóan előfordulnak az ilyen dolgok, de én megmondom őszintén, én nem is tudtam, hogy, 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 hogy itt konkrétan az eszköz, sérülés ugyanúgy diszk diszkvalifikációt okoz, mint a vagy olyan szinten sérül, mint, amikor az autó úgymond lerohad a, a vagy széttörik. Ez De nagyon komoly. Én, én átadnám neked a chatnek a javaslatát, óvatosabban kéne, Danió Tehát legközelebb. Ja. Óvatosabban oh, kéne fékezni, igen. Igen, igen, igen. Ö, igen, nagyon szeretjük a csetet. Milák Kristofnak azt mondták, hogy kicsit gyorsabban kell úszni. Az jó, az jó. <laughs> és akkor jó lesz. Ö, de, de de megértelek egyébként, hogy ez egy csalódás volt, és akkor ez az év már az alfával volt, ugye? Így van. Mm -hmm. És akkor velük kettőt voltál? Kettőt, így van. Kettőt voltál, és akkor most jelentették be, hogy ugye most pedig már a mclaren Igen. Ö, hát már a is csináltam egy szezont. Igen. De igen most velük vagyok éppen. Most, velük vagy éppen. Nyilván nem fogom kér kérni, hogy válasz, mert, vagy hogy, meséld, mivel volt a legjobb élményed, mert mindig az aktuális csapatban kell kihozni ugye a legjobbat. Hát nekik kell nyolni. Ne <síns> 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 Figyelj, igazad <igazodvan>, <síns> van, igazad <síns> van. meg kell érteni. Ugye a, 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 csapat ugye az, az, de a csapatoknak is sokat kell tanulni. Én, én bízom abban, vagy hiszek abban, hogy ez a, ez a Forma 1 sport is azért új még, és szerintem nem minden csapat veszik elően komolyan, vagy egyenlően komolyan ezt a dolgot. Amint, amint, amint eltelik jó néhány év, és egyre komolyabban fogja menni a közönség is, biztos benne, hogy mindenki nagyon nagy fókuszt fog fektetni rá. De amúgy meg milyen jól hangzik, nem? McLaren. Hát érted, nem alfa. Az, 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 már, az egy komolyabb dolog. Igen, 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 Csak valószínűleg nem ugyanaz a, 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 langré, a ranglétra, mint, mint, mint az f ben igen, igen, hát itt más más csapatok veszik komolyan, de azért az elmondható itt is, hogy a nagyobb csapatok, mint például a McLaren, a Mercedes, a Ferrari komolyabban veszik az e projektet, mint például a Ház, mert ugye Unblock nagyobb költségvetés áll rendelkezésre, és e-sportban többet bele tudnak fektetni, de mondjuk egy 200 ezer euró, ami egy e-sport csapat éves költségvetésében egy óriási összeg, egy óriási boost, az a Forma 1-ben egy szány darabnak a letörése, egy szabad edzésen, és ebbe amúgy egészen elképesztő beleg gondolnom, hogy ha csak a, a ház megkérné Mazepint, hogy ne vágja oda most csak ezen az egy hét végén a falba, akkor az e csapatuk is hirtelen óriásira nőhetne. De ugye ezt így nem számolják ki előre, meg Mazepin ugye belevágja a falba. Bele. Bele, be. Szóval Szóval ez, ez azért abszurd, hogy a, a valóságban Jogos. ugye a 100 millió dollárokkal dobálóznak simán. 2020-ban a Mercedes AMG Petronas f egy Team költségvetése 650 millió dollár körül volt. Az, az e-sportolók még hát nem keresnek sajnos. Ennyit bármi cikkeznek is rólam az interneten, nincsen nincsen sajnos 80-100-150-200 milliós nyereményem. Még, remélhetőleg. Én, én legutóbb még. azt láttam, hogy 160 millió euró volt a büdzsé. Én ezt valami elmebeteg írta meg, nagyon durva volt, ott írták, hogy McLaren, annyi pénz, én így ültem, hétvégén ültem, mondom, Nem, hogy anélkül, hogy konkrét összegeket mondjak, ha csak elvégeztem volna egy főiskolát, vagy egy egyetemet, Angliába sokkal jobban keresnék egy egy átlagos munkahelyen, mint mind 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 most elsportolóként. Magyar szinten nagyon klassz, hm. de Európa... Én nem tudnék most a mostani fizetésemből Londonba költözni, vagy ilyenek. Világos, vagy. világos. Az világos. abszolút sok lenne, szóval nincsen semmi meg, megragadhatatlan itt. De igen, vannak csapatok, akik, akik komolyabban gondolják, vannak, akik kevésbé. De összességében ugye egy nagy bevételi uh, forrás a csapatoknak a, a nyeremény, és a konstruktúri bajnokságot ezért is emeltem ki a mercedes mert az F1 esport, a képzétek el, az egyéni teljesítményért nincsen díjazás, hogy csak a világbajnok kap egy trófeát, és annyi, most már azt hiszem van egy pár ezer dolláros nyereménye, de ez ideig ez sem volt meg. Itt nem is volt Én, én, én amikor második be. voltam, harmadik voltam konkrétan, egy érmet nem kaptam, egy trófeát. Ugye hiányzik az életemből, mert valamit azért nyilván elraknék emlékbe. Mm -hmm. egy, egy forintot nem kaptam egyik dobogós helyezésemért ja. sem. Itt a csapatbajnokság nyertese nyeri meg a, a pénznek a, a nagy részét, és utána nyilván a csapatok a versenyzőkkel kötött szerződés alapján döntik el, hogy ebből mennyit osztanak vissza a versenyzőnek, vagy mennyit nem. Ez, ez tényleg már az ő döntésük, de ezért az f 1 sport az egy nagy csapatverseny, és nyilván nagy dicsőség megnyerni valamit, mert azzal a te magadat jól prezentálod, és utána sokkal több lehetőséged lesz, mint ha mondjuk csak tizedik lettél volna, de összességében a csapatnak az a legfontosabb, hogy a konstruktőri bajnokságban a két autó szerezze a legtöbb pontot a teljes évad alatt. Te kivel versenyeztél együtt most a legutóbbi McLaren évadban? úgy hívták, hogy Bari Borumand és Josh Idovu, hárman vagyunk egy három csapatban. Éte. Nagyon sokszor három versenyző felosztva versenyez a pályákon. Nekem ez volt az első szezonom, hogy nem vezettem minden egyes futamon. Aha. Eddig hiába voltunk hárman, én mindig versenyeztem. Az idei volt az a játék, ami a legkevésbé feküdt az én vezetési stílusomnak. Itt megint csak apróságokról beszélünk, és az én jó akaróim megírták, hogy az egoizmusom miatt már vezetni is elfelejtettem, pedig oh. itt, 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 engem mondjuk idén, a, amennyi elválasztott a bajnoki címtől, az, az körülbelül egy másfél tized másodperc körönként, konzisztensen, ami ugye 15 század másodpercet jelent, 15-20 kanyar van egy versenypályán, kanyaronként csak a másodperc egy század részével gyorsabban mész át, az körülbelül ilyen 0,1-2 km per óra. Szóval annyival egy kicsit nagyobb tempót, lendületet átviszel egy kanyaron, vagy esetleg csak néhány méterrel rövidebb ívet írsz be, mert, mert szűk ebben tudod tartani az autót, és, és, ezek azok, amik eldöntik, hogy te vagy a világbajnok, vagy csak Tizedik helyén érsz, betegyük fel. És én, ahogy a játék változott, és ahogy a, a, az autó apró mozgásával nem teljesen tudtam azonosulni, időt vesztettem relatíva a többiekhez képest, és ez az idei ezért nem tekinthető egy sikeres szezonnak. Azt sem tudom, megmondom őszintén, hogy hányadik lettem, csak azt tudom, hogy csapatban hatodikak lettünk, és én meg nem voltam a legjobb tízben. Ez a, ez a része a beszélgetésnek mindig egy ilyen egy ilyen stressz, de uh, nagyon sok, tehát a legtöbb sportolót elkapják ezzel egyébként, a jó akarói, ha már így fogalmaztál, uh, az egoizmusával. Uh, ez sajnos egy, szerintem egy olyan, uh, egy olyan dolog, amit ami, amin muszáj átesni a minden ilyen embernek, és szerintem a legtöbben át is esnek rajta, hogy a versenysport uh, és eleve a versengés egy olyan, egy olyan dolog, amiben amiben faktor, ugye a fizikai képességed, a mentális állapotod, stb. ahhoz, hogy ugye maximálisan teljesíts, de nem, nem, egy elhanyagolható dolog az önbizalom, hiszen ha te nem hiszed el magadról, hogy te vagy a legjobb versenyző azon a pályán, akkor hogy tudnál nyerni? Tehát, hogy sok ember figyelmen kívül hagyja, hogy olyan hozzáállással nem lehet beülni egy világbajnoki versenyre, akkor se a e sport, hogy hát, ha kiesik mindenki más, Tudod, vagy remélem eltöri a lábát az a másik gyerek, aki jobb nálam, vagy én megpróbálom a legjobbat, meg majd igyekszem, tehát nem lehet így hozzá egy versenyhez, és ez a része mindig úgy fog lecsapódni az embereknek, tudod, hogy nincs megfelelő alázatod, úgymond a versenyel kapcsolatban, stb. Én nem, én nem ezt gondolom. Én nem ezt gondolom, szerintem szükség van erre a mentalitásra, mert másképp valaki nem tud győzni. De ez csak az én a amit nem hiszel el, az valószínű meg sem valósulhat. Nyilvánvaló. Szóval, hogyha te nem hiszed el, hogy valaha lesz kockás hasizmod hiába jársz még úgyis az edzőterembe, lehet, hogy valószínű emiatt a hit miatt soha nem fog ez bekövetkezni, mert nem vagy hajlandó megtenni az extra lépéseket. Lehet, hogy az egész világon, de Magyarországon egészen biztos, hogy itt mindenki mindent egoizmus alatt ért már az alatt, amikor vannak, akinek vannak tisztán leírható, lefektethető céljai, és elhiszi magáról, hogy azt meg tudja valósítani, és nyilvánvalóan megtesz annak érdekében mindent, hogy, hogy meg tudjon valósítani. Én például lehet, hogy sok ember szempontjából nem vagyok annyira szimpatikus, de uh, sokszor talán amiatt, mert bevallottan is karrierista módon állok hozzá ehhez az mm -hmm. egész iparhoz. Én jól tudom, hogy 30 éves korom fölött valószínű már nem lehetek itt majd f sportolóként. Lehet, hogy lesznek olyan pozíciók, csapatoknál, amiket be tudok a tapasztalatomnak hála tölteni, de, de nagy valószínűséggel a legjobb már nem lehetek. Főleg, ha egy olyan életet szeretnék élni, a, amiről vágyom. ha az embernek van szabad ideje, van, van családja, ezek ugye elvesznek rengeteg időt, és joggal, mert az ember ezekbe rak időt, akkor viszont már nem lesz arra is ideje, hogy 10 órát gyakoroljon naponta a szezon alatt Majdnem. ugye a szimulátor elett. Éppen ezért, ha, ha van akinek hosszú távú karrier céljai vannak egy ilyen iparágban, és nem akar később megbánással élni, akkor muszáj tenni, és muszáj valamilyen szinten agresszívan törtetni előre, és muszáj határozni időn belül elérni azokat a célokat, akár eredmény szempontjából, akár anyagi szempontból, hogy ha 35-40 évesen visszatekint az élete első fázisára, akkor nem mondja azt, hogy hát folytatni kellett volna az egyetemet, tanulni kellett volna tovább, mint egy átlag ember, mert most nincsen semmilyen végzettségem, és elcsesztem 10 évet az életemből, úgyhogy egy elsportolói álmot éltem, és nagy király voltam, de de semmit nem építettem ebből tovább, és, és nem jutottam vele semmire, is, is elrontottam. és elrontottam. is. ezt én én nem, nem akarom, hogy megtörténjen, én nem uh, jövök egy tehetős családból, a családunkban nincs egy cég sem, ami felett majd úgy titokzatosan átveszem az irányítást, nincsenek tömkeleg lakások, házak, amiket csak úgy odaadnak nekem, ahol majd éldegélhetek, kiadatom, stb. Egyáltalán nem ez a helyzet. Én 8 éven keresztül egy 10 forintos kormányt használtam, és azzal kvalifikáltam magam amúgy a, a, világ legjobbjai közé, és mindent magamnak kell építenem, és éppen ezért, hogy ezt a következő 10 éven belül, mert én ezt a 30-as kort, ezt egyelőre nagyon határvonalnak találom, e-sportban, versenyzői szemmel, hogy hogy mindent amit elterveztem megvalósít ehhez ez ez ehhez szerénkedésre nincs nagyon idő, szóval, szóval, szóval ehhez célokat kell megvalósítani, és ez lehet, hogy sok embernek nem tetszik, de én mindenkivel szemben mindig próbálok etikus maradni, senkinek nem tartok semmihez fegyvert a fejéhez, <laughs> járom az utamat, és vannak, akik segítenek ebben, vannak, akik kívülről néznek, de legalább egy néhány támogató szavat ejtenek el, néhány szídószó helyet, és nyilván vannak a csapataim, vannak én, akik aztán végül meghatározzuk, hogy ez mennyire eredményes, vagy nem. Jó, most teljesen mondom, figyelj, én, nem, tehát én, ezt, én ezt nem gondolom, hogy annyira nagyon magadra kellene venned, mert mert szükség van rá egy olyan versenyben, aminél az a lényeg, hogy ki az első, és, és senki más, mert ugye csak így lehet hozzáállni, ott, ott, ott ez természetesen kell, hogy jöjjön. Az hogy valaki tisztában van a képességeivel, meg az eredményeivel, ki hogy fogja ezt fel, tudod? Az a másik a... meg az szerintem, hogy valamit valamiért, hogy én... Ugyanúgy jártam iskolába, jó tanuló voltam, leérettségiztem minden, ezek mellett már akkor is napi 5-6 órát játszottam. Mm -hmm. Ami azt jelenti, hogy nem volt gyerekkorom, én mindig antiszociális ember voltam, lehet, hogy emiatt, de lehet, hogy alapból is ez lett volna a sorsom, ha nem esportoló, ha akkor is, ki tudja. De az a lényeg, hogy míg mások beültek ide-oda iszogatni, meg pingpongoztak, meg gyroszoztak, meg moziba mentek, meg... Cigiztek a parkban, nem tudom, én iskola után azonnal megírtam az első adandó pillanatban a házi feladatomat, és elmentem gyakorolni. És utána gyakorlásból, amikor kifáradtam, még este is tanultam, a gimnáziumban tudom, egy átlagosan 4-5 órát aludtam, és még, még, a padban is a szünetekben aludtam, meg ott, tettem hozzá egy kis időt, meg az olyan órákból csentem el időt az alvásra, amiket nem tartottam annyira fontosnak. Nagyon korán például én, én, az osztályomban legkorábban megtudtam, hogy mire osztanak érettségénél a pontokat, hogy nem kell minden hülyeséget tanulni, hogy lehet, hogyha az a szakma érdekel, akkor az fontos alaptudás, de ha te előre tudod, hogy ez nem fog érdekelni, és nem is kapsz érte pontot, akkor tényleg jól kell beosztani az embernek az energiáit, és ezeket az a, a, a dolgokat azért választottam, azért tértem le az átlag útról, mert nyilván az életemtől átlagon felüli eredményeket szeretnék majd elérni. És ezt, ez, ez, erre is sokan egoizmussal tekintenek, hogy hogy hogy, 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 hogy tegyük fel, én, én 30 éves korom után már nem feltétlenül szeretnék 9 ig egy, uh -huh. egy adott munkahelyre mindig bejárni, és, és úgy dolgozni, mint egy átlagember, és ezt nem negatívan mondom, egyszerűen mások nekem a céljaim, és ezért ezért hozok, hozok egy áldozatot, és, és amikor megteszem az áldozatot, az senki nem veszi észre. De amikor egy kicsit az ember szakítana le a gyümölcsből, és egy kicsit kevesebb időt töltene el munkával, vagy egy kicsit többet elmenne nyaralni egy évben, és én még egyáltalán nem itt tartok, egyből milyen ingyen élő, milyen hogy képzeled, stb. pedig valamit valamiért. És én ha feláldozom az életem első tíz évét, vagy első tizenöt évét, akkor az életem legvégén lévő tizenöt-húsz évet meg ennek örömére egy kicsit kényelmesebben szeretném élni, mint azok, akik végig ugye követték a sort, és, és végig ugyanannyit csináltak, mint a többiek, nem többet, nem kevesebbet. Az élet valamilyen szinten egy egyenlet, aminek ha az elején egy kicsit többet kiveszel a részedből, és egy kicsit többet dolgozol, akkor a végén talán e, jobb lehet a helyzet, vagy fordítva, ha az elején kicsit többet szórakozik az ember, akkor a végén talán egy kicsit több lemaradást kell behoznia, mindenkinek saját szíve eldönteni, hogy hogy osztja be az életét, de az emberek nagyon sokszor azt nem látják, hogy az, hogy valaki eljut valahova, azt mi előzi meg. Figyelj, szerintem ezt a részét a dolognak látom, hogy zavar ez, és egyébként nem vagy egyedül vele, mert nyilvánvalóan nagyon sokan kapnak ahogy, ahogy kikerülnek a nyilvánosság elé, ugye a saját személyiséggel kapcsolatban kritikát, és hidd el, hogyha én azt mondom, hogy ne törődj vele, az én is utálom, tehát hogy most ne, én nem szeretem, amikor ezt mondják az emberek, de, de el kell fogadnod azt, hogy, hogy, hogy szerintem, hogyha te egy olyan ember vagy, aki ennyire céltudatos, és neked vannak céljaid, hogy te magasabb szinten szeretnél létezni 30 éves korod után, stb. vagy ö, kényelmesebb életet szeretnél magadnak, és úgy gondolod, hogy azt kell hozzá, ahogy a most hozzáállsz, és ez a teljesítmény, akkor ez van. És akkor teljesen mindegy, ki mit mond. Ez, ez mindig egy ilyen, egy ilyen, dolog, hogy magaddal kapcsolatban kell, ö, kell tisztában lenned, hogy ha szerinted ez a helyes út, és ezzel a hozzáállással tudod elérni a céljaidat, akkor így kell csinálni. Ez mindenkinek másképpen működik, de, bocsánat, de olyat még én sem hallottam, hogy szerénységgel nyertek volna versenyt. Ezt így. Neked hogy alakul egy éved egyébként? Tehát az évednek mekkora részét teszi ki a Forma 1? Mint gyakorlás, mint verseny? minden évben a legújabb játékkal van egy bajnokság, de amúgy egész évben vannak bajnokságok, csak nekem a bajnokság az a hivatalos F1 sportot jelenti, megjelenik a játék májusban, júniusban, azonnal nyilván elkezdünk gyakorolni, minden játék változik, és ez az igazán trükkös, hogy hiába vagy te a világbajnok az egyik évben, a másik évben ugyanúgy gyakorlatilag a nulláról kell megtalálnod vezetni, mert kitalálják a játékészítők, hogy most nem a nagyobb belső szárny és a kisebb hátsó szárny lesz jó, hanem pont fordítva, meg nem a puha futómű, hanem a kemény futómű, és erre nyilván mind rengeteg beállítás variáció közül rá kell jönnöd. Máshogy működnek a rázókövek, más ívet kell egy picit autózni egy pályán, máshogy fogyasztod az elektromos energiát, amikor a hibrid erőforrás elektromotorját használod, ezekre a versenyhelyzetekre is fel kell készülni, máshogy változik az időjárási körülmény. Ugye a játékban is nekünk dinamikus az időjárás, bármikor, ha a gép úgy gondolja, elkezdhet esni ja, az eső, előre. Nem, le kell reagálni, ugyanúgy van a játékban is egy virtuális mérnök, aki mondja, hogy mekkora az esély az esőre, és ugyanúgy ki kell menni a boxba, a jó gumit kell felrakni, al kell utána hangolni az autó beállítását, ezeket mind ki kell tesztelni, és ez minden évben más és más, minden évben meg kell tanulni ezt a játékot, és éppen ezért, amint megjelenik az új játék, nagyon-nagyon sokat el kell kezdeni gyakorolni. Nekem az idei esport szezon alatt sosem volt olyan, hogy a Steam az elmúlt két hetes játékot kevesebb, mint 100 óra alá Írta. Szóval, uh -huh. szóval heti 50 órát mindenképpen gyakoroltam. Én, én heti 7 nap dolgozom, effektív, és nem dolgozom egy nap több mint 8-10 órát, viszont konzisztensen minden napit. Ugye ezen van a hangsúly, ha csak egy napot kihagysz, és azt egy nap alatt vissza akarnád hozni, akkor a következő nap már 20 órát kellene dolgoznod. ugye lehetetlen. Előtt, igen. Szóval sosem szabad leállni, sosem szabad tolni magad előtt. Próbálok egészséges lenni, szedtem a vitaminokat, jártam edzeni, óvtam magam a koronavírustól, hogy ne legyen kihagyás, és nyomtam konzisztens. És ez tart decemberig, és ez nagyon-nagyon nehéz. És december és június, május között, amíg ugye nem érnék meg a következő játék, addig addig lájtosabb az életem. De például én most, hogy január van, most is azért egy heti 15-20 órát gyakorlok, mert kisebb online bajnokságokba jelentkezek, amiket aztán majd közvetítek a YouTube csatornámra, csinálok Aha. belőlük videót, fejlődésben tartom magam, e ezek mellett próbálkozok más vállalkozásokkal is. Idén e szerencsés. Nem lehet venni egy autót, egy BMW M4-eset, amit nem tudtam még kifizetni teljesen, de ezt is nem csak magamnak vettem, ugyanis mindennapi használatra nekem, nekem van egy másik autóm, hanem, hanem láttam Magyarországon is, hogy azért megy ez az élményautózós vállalkozás, de nem annyira komolyan, mint például Németországban, ahol minden versenypályán van opció beülni versenyzők mellé, taxiutasként gyakorlatilag, és egy fantasztikus élményre szertenni, szóval például nálam most, most lehet élményautózni, és én beülnek, Aki meg akarnak ismerni, beszélgetni akarnak velem, nyilván Aha. így megvan rá a lehetőség, mert nem más vezet, hanem én, és aki csak egy jó gyorsulási élményt szeretne megélni, vagy, vagy, vagy kicsit félni akar a kanyarokban, vagy driftelni szeretne, az is ugye nálam megtalálja ezt a számítását, és így valamilyen szinten visszatermeli az autó a saját árát. Nyilván az időmet bele kell rakni, a tudásomat bele kell rakni, az ismertségemet bele kell raknom, de így legvégén nekem is lehet egy olyan autót, ami, a, a, autóm, amit, amit jobban szeretek, mint mondjuk mondjuk a Renault szelikem, amit uh -huh. ugye minden nap használok, szóval ez egy win-win szituáció, megint csak nem, nem, nem csak esetlenül beledobtam valamivel pénzt, hanem, hanem megnéztem, hogy az mennyire legyen mondjuk értéktartó, vagy esetleg értéknövekedő, és ezzel azért nem titkoltam, magamnak is egy jó élményt okozok, én azért is lehetek csak elsportoló, mert hát megszállottan szeretem az autókat, a motorsporton szeretek vezetni, ilyen belső motiváció nélkül senki nem juthatna el erre a szintre, mint én. Szóval az évem első szakaszában ezekkel is próbálok foglalkozni, meg nyilvánvalóan próbálom magamat mindig fejleszteni, esetleg más lehetőségekről, más befektetésekről, stb., hogy a, amiért dolgozom fél évig, az, az ne vesszen kárban a második fél évben. De akkor így a szabad így nagyjából le, ez a YouTube csatorna, a tartalomgyártás, az élményvezetés, ez tök dolog. Ezt az élményvezetést hol csinálod, amúgy? Ö, ö, lehet versenypályákon is bemenni mellém, de azok ugye főleg drágák csomagok sajnos, mert drágák a versenypályák, meg hát óriási az amortizáció is, meg, meg lehet közúton is, én szerencsére a környékemen vannak nagyon-nagyon jó útszakaszok. Ó, és akkor a közúton kened, és akkor ott, ú, jó, van, oké, nem nem, azért nem, nem azt mondom, hogy kenem, de amúgy nem, 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 kell, nem kell sorozatgyilkosnak lenni ahhoz, hogy egy ilyen autót élvezen egy ember, és, és ezt az is, az is tudja élvezni, aki, aki, aki laikus, és, 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 nem is ült még ilyen gyorsra élménybe, és, és az M4 jobban gyorsul, mint ahogy felszáll egy repülő, és csak az ülésbe passzírozódik, és, és érzi, hogy de jó, vagy mozog a hátulja, érzi, hogy te jó, kicsit gyorsabban mosódik ebben. Alatt áll, érzi, hogy, érzi, hogy de jó, de 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 aki, aki meg szereti az autókat, az ne. meg olyan, hogy hogy ültem már C-merciben, vezettem már felállít Olaszországban, stb. Milyen ez az M4? Nézzük meg, stb. Megnézik, levonják a következtetést. Volt, aki úgy jött el hozzá, milyen élményautózásra, hogy M4-et akart venni, csak a márka Ó, olyan, már a kereskedésben már nem adták így oda, stb. Szóval így. És ez, ez szerintem egy tök jó dolog. Nyilván versenypályán az, az egy még különlegesebb élmény, még jobban a határokat feszegeti az ember, nem, nem kíméli se a technikát. A, az, a, szerintem egy átlagembernek, amíg csak a közvetítés nézi, nem tűnik fel, hogy például a hungar ringen a menszel mennyire beláthatatlan, hogy, meg hogy mennyire meredeken emelkedik ott a pálya, mert uh -huh. tévében ez nem jön át, meg hogy egy rázókő, nem olyan rázókő, hogy Hé, kicsit megrázom az autót, hanem rohadtul szétráz, olyan, mint minden egyes csúcsponton megpodkáznád az autót, elképesztő, hogy gyakorlatilag átugratsz rajta, és szinte minden pillanatban látod melletted a szalagot, látod, hogy hogy, hogy hogy bele fogsz repülni, és ahogy ismerősen mondanád, gyakorlatilag fényt kapnak az emberek. <gül> <gül> és, és amúgy én én adom látni ezeket a, az arcokat, nyilvánvalóan ezért edzem magam, ezért gyakorlok, hogy ha tudok, akkor másnak is e, okozzak egy ilyen élményt, ami szerintem jó. Lehet, hogy valaki rossz szemmel néz rá, itt én mindig törekszem arra, én nem tudnám úgy képviselni a nevem, engem nem fogtok meglátni nagyon a vácím versenyezni, vagy ilyenek. Uh -huh. én, én soha nem szeretnék senkinek negatív befolyást kelteni az életében, nem olyan szinten, hogy balesetet okozok, csak hogy egyáltalán olyan területen hangoskodok össze-vissza, ami nem arra való nem szereti. Én nem mutatkozni akarok az autómmal, én szeretem a jó autókat, nagyon szeretem a vezetési élményt, szeretem azt az élményt, amit ez az autó nyújt. Ha lehetséges, akkor nyilvánvalóan szeretném ezt átadni sok embernek, de nem kényszerítek semmit, és, 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 és nyilvánvalóan figyelek arra, hogy ne is úgy jelenjek meg, mint egy, mint egy újabb hülye gy gyerek. Ennek ellenére nyilvánvalóan sokan így is annak hisznek, de, de ezt, ezt próbálom óvatosabban, mert mert ahogy halljátok, én azért nem pár évre tervezek magammal kapcsolatban sem, hanem, hanem egy, egy teljes életet szeretnék, és ez például ugye nem társul az, hogy lakott területen belül 150-200 al száguldozol, mintha nem ez lenne jogos. holnap. Ez jogos. Mennyire látod, hogy fordul át a... a... A szimulátorban szerzett tapasztalatod a valóságra. Tehát, hogy öm, működnek azok a dolgok, azok a tapasztalatok, amiket versenyzés közben felveszel, mondjuk az M4-ben. Igen, elképesztő, elképesztő, hogy annyira alábecsülik a szimulátor versenyzőket, hogy azt hihetetlen lenne kifejtenem. Hmm. De vannak jó példák. Nem mondom azt, hogy minden szimulátor versenyző jó de minden szimulátor versenyző jobb, mint egy olyan ember, aki még nem is versenyző, csak a fotelben megmondja, hogy hát me mennyire szar a versenyző. Ja jó, azt mondjuk nem hogy mondtam, tudod, de hogy, igen, értem, mit mondasz. Hogy nem, nem azt mondom, hogy a szimulátor versenyzők jobbak, mint akik gyerekkoruk óta gokártoznak, beülnek ilyen olyan valós autóba, mert nyilvánvalóan az a legjobb, de az a legdrágább. Viszont egy szimulátor versenyző fel tudja venni bőven, sőt, legyőz egy olyat, aki mondjuk egy kamionsofőr, és az autópályán ment egy millió kilométert, meg néha megmondos. bérelt egy BMW-t, meg egy ferrari és akkor ment vele közúton, meg, meg kimentek a de nem attól lesz valaki jó versenyző, hogy mennyire tapasztalt, hanem hogy, hogy mennyire pontos a szem-kéz koordinációja, a lábát hogyan kezeli a pedálon, hogyan vizualizálja az autó mozgását, a pályán való elhelyezkedését az ideális íven, ahogy, ahogy van arról egy fogalma, hogy hogy lehet köridőt nyerni, mik azok a pontok, amire oda kell figyelni versenyzés közben, hogy ne veszíts, hanem hanem a határon legyél, és ahogy a határhelyzeteket lekezeled, és ezek a képességek, amik kellenek szimulátoron is, és a legjobbakban ezen képesség, nagyon magas szinten van, és ezért, ha ők átülnek valóságban, lehet, hogy van egy kezdeti félelem, lehet, hogy egy kicsit jobb kell, hogy legyen az állóképességük, hogy bírják azt a géterrel és bírják azt a hőt, de miután megszokják, a szimulátorból gyűjtött képességeiket felhasználva, egy óriási előnyben vannak ezek az átlag emberekhez képest. Nem beszélve arról, hogy hogy ismerjük a pályákat is. Erre rengeteg példa van. Ott van például a volt McLaren és csapattársam, úgy hívják, hogy James Baldwin. Ő az írészok. E Champions-on, ami egy Mexikóban történő verseny, és a valódi Race of Championsnak egy e ága volt gyakorlatilag. A Race of Champions az az, hogy mindenféle autósport kategóriában meghívják a bajnokokat, és ők versenyeznek, versenyeznek egymással, mindenféle autókban. Ott volt Schumacher, fettel ott volt. Uh, uh, NASCAR bajnok, ott volt DTM bajnok, ott volt rally bajnok, stb. mind versenyeznek egymással. Az E-Race of champions aki megnyerte, és ez a James Baldwin megnyerte, az az egy ember a valódi Race of champions is meg lett hívva. Wow. És ez a csávó, a McLaren-es csapattársam, úgyhogy előtte versenyzési tapasztalata semmi nem volt szinte, jó, gokártozott verseny gokártokkal, meg ilyenek, meg ami ott Angliában ilyen pályanapos lehetőség volt, azzal élt. Luca di Grassival került össze, mint ő volt, Luca di Grassi volt az ellenfel, aki egy volt Forma 1-es pilóta és Formula E bajnok. És ilyen Arial atomokkal versenyeztek, oh, nagyon ez, eze, ezek a ilyen nagyon, és Baldwin elverte Luca di Grassi. TV közvetítés, minden, elverte. Fiatalság. És ezt nem mondhatjuk más, nem máshol tanult megvezetni a szimulátoros tudását, átültette. Utána pont ugyanez az ember megnyerte a World's Fastest Gamer nevű bajnokságot, aminek a keretében nyert egy millió dollár értékű befizetést, amit a versenyzési pályafutására költhet el. Ő a brit GT3-as bajnokságba szerződött ezzel a pénzzel. Ugye a legtöbb versenyző ezekben a bajnokságokban fizetős versenyző, hogy az csak a forma egy luxusa, hogy a versenyzők keresnek pénzt a versenzéssel. A TCR-be is, ahol Mihályis versenyez, vagy a Kamion -E Ebén, ahol Kis Norbi versenyez, a néhány legjobb kap pénzt a versenyzésből, de alapból a versenyzésére a való életben fizetni kell, mert hát nagyon-nagyon drága sport, és itt nagyon sok pénzről beszélünk. És James Baldwin, Jensen Button csapatába került be, McLaren 720 eseket vezetett, ezek 720 lóerős McLarenek utcai, McLarenek nyilvánvalóan versenyzésre átalakítva, ott ugye voltak, akik éves tapasztalattal több bajnoki cím után álltak rajtrácshoz valódi versenyzők. Már a második hétvégén szerzett pól pozíciót a csávó, azaz, hogy első helyről rajtolt, és összességében harmadik lett a bajnokságban, úgyhogy élete első versenyző szezonja volt ez. És szimulátor bajnokságot megnyert, és elérte ezt a fantasztikus eredményt is. Rajta kívül vannak Magyarországon is példák, itt van Kis Narbi, háromszoros Európa bajnok mian versenyző, de más bajnokságokat is sikerült már megnyernie, nyert Seat Leon kupát is, azok első kerekes sportautók, itt van Mihály Norbert, ő ugye magyar egyszeres világkupa győztes, a VTCR-be, ami talán a világ legrangosabb túraautó bajnoksága, ő is ugye szimulátorból került oda is, nem egyből lett ugye sikeres, de a szimulátorból úgymond a tömegből kiválasztódott, és megmutatta, hogy milyen képességei vannak, és lehetőséget kapott, a valóságban is sikerült ezeket a képességeket kamatoztatni. És itt erről beszélünk, hogy nem minden szimulátoros zseni, de bizony ezek a szimulátorosok, e-sport versenyzők nagyon-nagyon jó alapképességekkel rendelkeznek, mert ezek nélkül nem lehetnének ott a világ élvonalában. És amennyiben ez ők lehetőségekre tudják váltani, és, és nyilvánvalóan tovább tudják ezeket konvertálni, hogy a valóságban is kifizetődőek legyenek, akkor elérhetnek szép eredményeket. És, és a bmw ben is ez volt, nyilván nem egyből jöttem ki keresztbe a, a, a régi tulajháza elől, viszont elmentem az első pályanapomra, és már még dicsértek a pályán. Finoman felépítettem, egyre bátrabb voltam, egy-kétszer csak kicsit csúsztam meg, és, és éreztem, hogy jó, ez, ez nem reagál annyira más, hogy mint a szimulátor. Aztán már egészen keresztbe csaptam, és így is ugyanúgy megfog, mint a szimulátor, azt vettem észre. Ugyanúgy volt egy kis időmérőm, és akkor néztem, hogyha így támadom, így nyerek, ennyit nyerek, ha úgy támadom, ennyi időt vesztettem, stb. Próbáltam összerakni, és most már voltam napon az Euroringen, Kakucsringen, Hungaroringen, ült mellettem Kisnarbi, őt mellettem más magyar, az autósporthoz azért közelebbi személy, és ők is megdicsértek, ők is mondtak esetleg egy-két tanácsot, és, és eljutottam így egy év vezetés után arra a szintre, hogy azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok mindent át tudtam vinni, és ha nem szimulátoroztam volna, soha nagyon-nagyon nem itt lennék egy év vezetés után, mint ahol most vagyok. Sose gondolkodtál idézőbe valódi versenyzésem? Én mindig azt mondom, hogy ha csak ugyanennyit tudnék keresni, akár csak egy Suzuki kupában. <laughs> le, le lehet, lehet hogy egyből azt választanám, az F1 e az képes, mert hogy valódi szavok, valódi versenyzés, az azért nagyon klassz, de nem ez a valóság. És Suzuki kupába, hogy versenyezzek, másfél, két millió forintot kell fizetni egy-két hét végéért egy, egy mm. csapatnak, és az egy első Suzuki, nem akarom lebecsülni, de nem. Más, egész Nem más egy más, Forma 1 autó. Itt valamilyen szinten történelmi írásnak vagyok a része. A motorsport csúcsán vezetek, még ha csak virtuálisan is, sokkal többen néznek, mint egy Suzuki Swift kupát. Igazad van. Szóval összességében, üzletileg is, meg, meg, meg különlegességi szempontban is. Ez, 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 ez egy jobb dolog, és, és sokan a, a mindenféle előrelépésnek hisznek, minden egyes esportból a valóságba lépés, lehet, hogy eljutunk oda, hogy esportból a valóságba lépni, ha csak nem lépsz egyből nagyon magasra, visszalépést jelent. Szerintem amúgy, tehát ez, ez, ez biztos, hogy így van, ahogy mondod. Egészen, egészen egyszerűen azért, mert a, a valóságban ott, ott egészen más a verseny. Mint, 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 az esportban, de arra mindenféleképpen nagyon-nagyon jó, amit elmondtál példaképpen arra, hogy átfordítható ez a dolog, hogy mivel hogy az esport egy hozzáférhetőbb, kevésbé veszélyes, otthon is elkezdhető valami, így talán egyre több, hogy is mondjam, ígéretes ilyen versenyző tud kikerülni, aki majd talán egyszer Szerintem átfordul. Szerintem az e a legigazságosabb környezet. Már, már gokártban is vannak ugye csapatok, kicsit máshogy állítják be a karburátort, más a gokár teljesítménye, hiába vannak ezek homog, homogalizálva a legnagyobb bajnokságokban, ugye mindent mm -hmm. próbálnak egyenlis, egyenlősíteni, mindig is lesznek különbségek azzal szemben, aki csak egy hétvégét tudott tesztelni, annak óriási előnye van, aki aki 60 tesztnapra el tud menni egy, egy évben, és minden tesznap 10 ezer euró és 600 ezer eurót csak elköltenek tesztre, de van pénzük, elköltik, és nagy előny. Elsporton, egy 10 forintos kormányjal bekerültem a Form 1-be, ezt még kimondani is elképesztő, annyit gyakoroltam, amennyit tudtam, teljesen egyenlőek voltak a körülmények, és ez sokkal igazságosabb. Én nagyon tisztelem nyilván a, a, a Form 1-es versenyzőket, Mind, mindannyian kiváló atléták, de valamiért mindig kétes érzelmekkel nézek rájuk, ugyanis Hamilton és Fettel is 7 évesen elkezdték. 7 évesen én, én egy, egy gokártot nem tehettem meg, gyakorlatilag Hamiltonék sem ők kezdték el, hanem a szülei kezdtek el valamit, amit aztán nyilván ők tovább és tehetségesebbek voltak benne, mint a többiek, ezáltal elértek, kiváló eredményeket, de ez sosem annyira az ő döntésük volt, és én azokra a sikeres emberekre mindig is büszke vagyok, akik ugye saját döntésből, önerőből jutnak el oda, ahova. És nekem, mint elsportoló lenni, abszolút az én döntésem volt. 12-13 évesen könyörögtem a szüleimnek, nem az, hogy ők adták oda, könyörögtem, hogy vegyük meg ezt a kormány, mert tetszik ez a játék, és jelentkeztem bajnokságba, gyakoroltam, stb. más, és most ott lehetek is. És ez szerintem más, mert én bármennyire tehetséges lennék, a világ legtehetségesebb Forma 1-es versenyzője is lehetnék, soha nem lehet belőlem Forma 1 pilóta, mert nem volt meg sem a pénz, sem sem az idő. Nem, nem kezdtük el időben, is. ez már soha nem fog kiderülni. Nyilvánvalóan lehet, hogy ha én elkezdem 7 évesen, akkor se lehetnék ott a Form 1 sőt, ennek matematikailag nagyobb valószínűsége van. Viszont ott még a lehetőség se volt, meg e-sportban viszont mindenki számára egyenlő lehetőségek vannak, és ez szerintem nagyon izgalmas. És e, még a valóságban Hamiltonnak ahhoz, hogy eljusson a Form 1-be talán, 150-200 embert kellett különböző kategóriákban legyőzni Nekünk 150-200 ezer embert kell legyőzni, hogy a legjobbak közé kerüljünk. Ez sokkal nagyobb tömegnek van lehetősége bizonyítani a tudását, és amikor ilyen szinten korrelál, a szimulátor a valósággal, akkor talán néhány csapat részére logikusabb döntés egy idő után erre is egy programot fejleszteni, hogy basszus, ha ez ennyi emberből ennyire jó, és ennyire hasonlóak a képességek, amik kellenek a valóságban, akkor talán egy bizonyos idő múlva több sportoló is lehetőséget kap, hogy átkonvertáljon a valóságba, mert azért a közönségnek még mindig a valóság valósága Persze, nyilván. Ezt nem akarják, nem akarják bevallani egyébként, hogy, hogy, hogy azért ezeknek a sportoknak a veszély az mindig is egy része volt, és azért a valóságot akarják nézni az emberek, tudod, mert, mert egyszerűen a, azt akarják látni, hogy amikor a limiten mész, annak legyen ték. Hát igen, meg azért elegánsabb overálban bukós isakkal ülni, mint, mint most itt, most itt. Fogom -fog ezt a kormányt, úúúúú. Igen, értem. Értem, mit mondasz. Igen. Igen. Ettől függetlenül én is látom, hogy van. hogy azért a valóság még mindig igen. a 3D, hogy itt van előttem a mikrofon, nem volt elég csak egy tabletet elém raknotok és rárajzolni egy mikrofont, hm. hogy igen. azért a valóságban a, a pályán tényleg valóban ott vannak az autók, mi meg csak egy virtuális kivet tüle is vagyunk, és egy képernyőn keresztül mozgunk. Ezt én nem is akarom, hogy elfogadják ennél jobban az emberek, mint most. Én csak azt hmm. szeretném elmondani, azoknak az embereknek, akik ezzel szemben nem annyira elfogadóbbak, hogy mi esportolók semmi rosszat nem tettünk, hogy sokszor úgy néznek ránk, mintha konkrétan bűnt követtünk volna el. Én mindössze annyit tettem, hogy imádom a motorsportot, ugyanúgy, hogy valakinek ám, hogy focista legyen, nekem álmom, hogy versenyző legyek, viszont én nem lehettem versenyző, nem voltam abban a szerencsés helyzetben, mert egy 8 perces gokárt menetre nem tudtam elmenni, egy bérgokárt pályára a saját anyagi hátteremből, a kampóna még garázsába, hanem, hanem otthon volt egy szimulátorom, és ebben találtam meg a lehetőséget, és legalább tettem valamiért, és szerintem nagyon-nagyon szerintem csúnya dolog minket színi, meg hogy mekkora az arcunk, meg hogy, mm -hmm. meg hogy nem is vagytok versenyzők, Úgyhogy más lehetőség nem volt. Ez az egy lehetőség, ami volt, azt legalább megragadtuk. És, és azokat istenítik mellettünk sokszor, akiket az apjuk befizetett. Lehet, hogy sosem volt belső készítésük, hogy versenyző legyen, csak ú, aztán menő, hogy most gokárta, gyorsan megyek, most ott vagyok egy, 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 bajnokságban, törjük, zúzzuk az autókat, nagyon klassz, meg minden ez, ez mind csak lehetőség kérdése, az is fantasztikus, és, és tényleg nagyon komoly dolog, hogy néhányan mennyi pénzt képesek beleülni, amiért ők is nyilván keményen megdolgoznak, hogy ezt megkeressék, és annyira szeretik, hogy visszaforgatják mindet, és élnek a versenyzés szenvedélyének, és nyilvánvalóan idő után fantasztikus képességekkel óriási teljesítmény képviselnek. Nekem, akinek lehetősége nem volt, az e-sport egy fantasztikus dolog. Én úgy gondolom, hogy másodnak is az lesz, és biztos vagyok benne egyébként, hogy, 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 ez, ez a jövőnek része lesz. Mivel pont a hozzáférhetősége miatt, amit mondasz, és amiatt, hogyha valaki eldönti, hogy, hogy úgymond dedikáltan ezzel akar foglalkozni, akkor sokkal könnyebben be tud lépni ebbe, mint hát ahogy mondtad, lehetetlenség gyakorlatilag az autóversenyzés. Pont emlékszel, a podcast előtt mondtam neked, hogy ö, ö, olyan versenyzők, akik ladával versenyeznek itt Magyarországon, érted? Az a lada is annyi pénzbe kerül, hogy összeszarnád magad. És igen, a hétvégi igen, verseny is ott vannak az egész családdal egész hétvégén, három napig. A sátorhelytől kezdve az utolsó levesig mindent ők fizetnek, a kocsi elszaródik, az első nap meg kell csinálni, és. Úgymond a hobbiukra, mert ez neki csak hobbi, abba annyi pénzt öntenek, mint az állat, mert már az is olyan kurva drága. Nem beszélve arról, hogy professzionális autósport. az egy lehetetlen dolog. Én is így látom. Hát meg visszatérve a valóságra, nekem ugye ezért is jött egy kicsit, hogy inkább veszek magamnak egy gyors mm -hmm. sportautót, mert ennek a BMW-nek az éves fenntartása annyi, ismétlem, annyi, mint egy darab Suzuki Swift hétvége. Egy magyar pályán, egy euróringen, egy, egy kis kakucs ringen, egy darab, és, és rakjuk össze M4, amit az év összes napján használhatsz, sőt, még egy jó üzleti lehetőséget is teremtesz magadnak, vagy befizeted magad egy darab Suzuki Swift hétvégére. Mégis úgy látom, hogy akik ott vannak mondjuk ezekben a szériákban, a Seat, Leon Kupa, stb., hú, de jó, mekkora királyversenyzők, aki meg csak ez vezetés szeretet érvesz, egy jobb autót maga mutogat, meg úgy Én elhiszem, hogy bántanak ezek a dolgok téged, de ez sosem de amúgy, lesz másképp. Meg kell, ez, ez, muszáj, muszáj túllépni ezen. nem bánt annyira, mint amennyire kimutatom. Nyilvánvalóan. Mert hogy azért beszélek róla, hogy, 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 nyilvánvalóan felhívjam erre a figyelmet, meg valamilyen szinten küldetésemnek is érzem, hogyha csak néhány embernek a, a meglátását csak egy, Kicsit, nem is az, hogy megváltoztatom, csak szofisztikálom, akkor már egy jó eredményt értem el, mm -hmm. és egy jobb közösségben élünk majd. Ugye itt egész, amit csinálunk, YouTube, Twitch, minden közösségépítésről is szól, szóval muszáj elmondani ezeket a dolgokat. Összességében én már azért lerendeztem magamban, hogy <laughs> nagyon sok ember van a világon mindenkinek megfelelni, sajnos vagy nem, sajnos sem lehet. Meg, ö, nyilván nem, megmondom, ez egy olyan dolog, hogy, ö, hogy muszáj, muszáj, muszáj megtanulni, tényleg túllépni ezen a részén a dolgoknak. Látom én azt, hogy hogy, hogy hogyan állnak hozzá az emberek, meg, és nyilván látom én is azt az oldalát, amit, amit amit te sem szeretsz benne. De mondom, én úgy érzem, vagyis legalábbis az eddigi tapasztalataim azt mutatták, hogy a legtöbb olyan ember, aki, aki hasonló tevékenységet végez, mint te, tehát valamiben kiemelkedő és azt űzi, azok, azok hasonló helyzetben vannak, mert Nehéz megérteni egy, egy átlagembernek, mint én, azt, hogy nektek mi a, tehát, hogy mi, mi a, mi a gondolatmenet, hogy, hogy hogy néznek ki nektek a, a, a hétköznapok, hogy hogy álltok a dolgokhoz. Mert én is találkozok olyan emberekkel, tudod, hogy egy ásvány nézek, hogy bazd, mi a faszba van ennek a gyereknek, tudod, és így, és így, mire vagy ilyen. Meg negyere? az interneten az idősíkok összefújnak. Én például <laughs> csináltam tavaly egy olyan videót, amikor még valójában futam győzelmekért küzdöttem, hogy én vagyok a világ leggyorsabb versenyzője. Ez volt a videó címe. Mm -hmm. És ebben azt mondtam, hogy valóban az aktuális világbajnoknál gyakorlásokkor gyorsabb voltam, mm -hmm. csak sajnos túlságosan izgultam, téthelyzetben nem tudtam úgy teljesíteni, ezért nem nyertem. Nem azt mondtam, hogy én vagyok a legjobb, én vagyok a leggyorsabb, de, de, de nem én voltam ugye a legjobb. Nem tudtam valójában kiautózni a bennem rejlő potenciált a téthelyzetben. És most, ugye idén nem volt egy olyan jó szezonom, most meg feljönnek, hogy mi az, hogy te vagy a legjobb. Mondom, a videót akkor készítettem el, azóta történt egy rossz szezon most, mert ezután nem készíteném el ugyanezt a videót, de, de ugye... De figyelj, ez, ez egy olyan dolog, érted, hogy, hogy, hogy én ilyen, én ezzel a Gusztustalan szörös fejjel vagyok, már nem tudom mióta Jani, három éve? Vagy négy, érted? Több mint nyolc éve vagyok youtube mai, mai napig kapok olyan kommentet, hogy mi ez a szakápisti. De de így hogy mikor láttad utoljára, ez, természetes dolog. Ez, mondom, ez, egy olyan része, hogy megértem, hogy frusztrál, mert neked nem ez az egész életed, mert te versenyzéssel foglalkozol, stb. Az internet mindig ilyen lesz, a sajtó meg mindig olyan lesz, hogy ezt szereti fiskálni, ezt a részt. Majd remélem, hogy, hogy, hogy te is túllépsz ezen a tartalomgyártás oldalon legalább, tudod, és, és, és foglalkozol azokkal, tudod, akik szeretik, amit csinálsz, meg ami király. Tudod, mit mondják nekem, ami félelmetes? Szerintem nagyon sok mindenkinek. És ne haragudj, hogyha rossz fékre lépek. Hogy került te az x faktorban <laughs> Tudtam, hogy ez... Azt mondnak, hogy hogy, hogy, hogy. Nem az, az, az hogy benne voltál, és láttam, az oké, okay, az már király. De ez hogy, hogy jött? Ez is egy ilyen... Emellett, hogy te hogy te szimulátorozol meg minden, így egyszer csak úgy voltál vele, hogy hát amúgy ez az éneklés, ez király. Egy polihisztor, nagyon tehetséges emberrel ültök most szemben, kedves Igen. nézők. Igen. Szeretem a zenét, én ugye szerettem volna csajozni, és elkezdtem gitározni. 900 IQ. És tegedünk meg zongolni, hogy hülyeség, gitár, pengetni kell a gitárt, és akkor a gitártanárom jól tudott énekelni, és akkor nyilván amit gitároztunk, amellé énekeltünk is. És hát már akkor is töltöttem fel ugye YouTube-ra klipeket, mert Justin Bieber is így csinálta, szóval ez a recept. Igen, és ugye lett csaja, úgyhogy ez kell így világos. Így van, és hát az X Factor a casting csapat talált, meg én nem jelentkeztem volna, bevallom nektek, arra gudjatok. Mm. Uh, amúgy néztem a műsort, szerettem a műsort, szerintem tök lesz, uh, tök jó lehetőség. És uh, amikor hívtak, akkor nem mondtam nevet. Mm. Uh, bementem, és amúgy nekem média szempontból is ez tök jó volt. Én ugye szeretek videózni, akkor is már uh, csinálgattam a YouTube csatornámat, és. Um, és, és, igen, egy ekkora produkció részese lenni az mindig kiváltságos. Hát minden csak és és, 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 elfogadtam, és hát ezek szerint eltalálom így, ahogy a hangokat. Meddig jutottál te abban? Nyolcadik voltam, szóval bejutottam az, az, élő, élő show-ba, e, igen, hogy, hogy élő is voltam. Igen, igen, igen. Ez így igazából nem aktuálisan volt, tudod, így meglepő, hanem így utólag, tudod. Amikor így először írtak róla, tudod, így az igen. online online magazinok, hogy Bereznai Dani, hogy izé, ez sport e F1 baj, mindent, is ültünk, hogy, már egy kicsit, tudom kiért a kapcsolni, igen. Igen, hogy várj, szerintem tudom ki volt, nem létezik, érted? De meg majd egyet árulja nekünk, bejött. A csajozás. A csajozás. Hát, most van barátnőm, de hát hogy milyen... <síns> 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 Na, nem, csak viccelek. Go Gonoszkodik, csak adjátok, csak gonoszkodik. Gonoszkodom, így van. Csak gonoszkodik. Csak gonoszkodik. Bejött, nem, amúgy az a baj, amúgy gyerekek. Na. Bejött volna, ha nem lettem volna egy farok. Hogy, hogy úgy képzétek el, hogy én az x faktorba én még csak a nyácsorgató stádiumban voltam, de nem tettem semmit. Ugye mondtam, hogy antiszociális voltam, valóban gamerként nem, nem tanultam meg, hogy nem elég megnyomni az E-t az interakcióért, vagy esetleg megnyomni az entert, hogy akkor most elkezdünk beszélgetni, hanem tenni kell, és voltak az X-faktor táborban, meg a műsor alatt is nagyon csinos, nagyon jó minden, uh, még beszél is hozzá, szóval talán nem vagy akkor a szarban, de hát nem tudtam vele mit kezdeni, szóval hát, X-faktorban rövid távon nem éltem a lehetőséggel, de összességében az életemhez ho hozzáadott egy, 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 pozitív szeletet. Főleg úgy, hogy a YouTube csatorna nem olyan volt, hogy ugye engem is csak anya meg apa nézett általában, uh -huh. sok -e igen, két-három megtekintés az... uh -huh. Na, és, és ugye X-faktor után elkezdték többen nézni, uh -huh. és ugye onnantól viszont motivált lett és az X-Faktor óta csinálom úgy a videózást, hogy nem hagytam a egyszer sem, egy több mint egy hónapra mondjuk. És azelőtt meg még azért voltak e, na, nagyobb kihagyások. De, de ebből is látszik, hogy, hogy indulsz egy X-Faktoron, hogy ugye ez a, ez a kompetitív e, személyiség, ez ott van neked, és ez így, ez így benned van, hogy ugye átpróbáljuk majd mindent. És meg sokáig jutottál abban is. Én nagyon meglepődtem egyébként. Igen, de, hogy hát ezért mondom, hogy nem egoista vagyok, hanem. Realisztikus. Már, hogy, Ugye, az, az hogy mert hogy ott is megéreztem, van, hogy, biztos, nyilvánval hogy ny nyilvánvalóan, ha, ha nem tudtam volna énekelni, nem fogadtam volna el. Én azért azzal tisztában voltam, hogy, hogy eltalálom a hangokat, szóval azért a első válogatánál valamivel ez tovább fog majd jutni. Nyilván azt nem tudja szubjektívan, vagyis objektívan meghatározni az ember, hogy, hogy mennyire jó a hangszíne, és szerintem nekem például nem túl jó, nem kül túl különleges a hangszínem, de senki nem szereti át a saját hangját. De az, hogy egy adott hangon legalább ott vagy, miért tanul a kiénekled, az már valami. Ja, abszolút. Egyikünk a legtöbb ember ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, mert mert, mert legalább úgy van vele, hogy a saját hangját nem szereti, de, a má de mások szeretik a hangját. Én, én például a kurva szar vagyok, mert utálom a saját hangomat, meg mások is utálják. De ja. tudod, így, így együtt tudok érezni a közönséggel, ez annyira király egyébként, mert nyilván senki se szereti hallgatni úgy a hangját. De akkor így, az, de nem is volt tervben neked így komolyabb zenei karrier, mikor mondjuk annak a műsornak vége lett? Ö, zenével most már nem elég csak zenélni, hanem előadó művésznek kell lenni, mm. és az bennem sose volt meg. Mm. Én a legszívesebben mindig csak ülve vagy állva egy helyben énekeltem volna el a lírikus számaimat a színpadon, még próbáltak táncoltatni engem, meg egy sírem, meg minden, aztán ugye az nem nagyon sikerült. És ugye a, a, a saját világon, meg unalmas a mai világhoz. Értem, mit mondasz. Igen, mm. hogy nem, neked nem működött volna a személyiséged. Én, én főleg amúgy ezeket a lassabb romantikus számokat mm. szeretem, kérlek hát, mivel számokat. lehet számokat. várom Igen, abszolút. De én megértem. A vezetés közben azért szokta énekelni, nem? Igen, igen, És a a... egy kicsit, mert ez most a marketingban az neked Tehát a vezetésem van, annak szokta nyomni, vagy nem? Hát nem, mert akkor lehet, nem fizetnék De ha kérik, akkor az feláraszt. nem, nem. Az, felár. Hát az, Nyilván, nyilván az egy nagy paraszt dolog lenne egyébként, hogyha Ma nem... Vittem amúgy Vastag Csabát egyszer a Hungaroringen. A, ja, Bocsánat, Vastag Tamás. Vastag aha, Tamás. A, a fiatalabbik. Igen, igen. És énekeltük, hogy 220 felett... És ezt a Hungaroringen Ez én tud... én igen, én... Igen, Nagyon nagy volt. Miközben driftelsz. Jó volt. Csak úgy óvatosban. Mi a véleményed a mostani formádról? Most nem a legutóbbi futamot ö, ö, akarom először kérdezni, majd beszélünk arról is, de biztos, hogy sok mindenkit érdekel. Bár a YouTube-csatornádon erről szoktál beszélni. Szoktam olyan botrányos videóim vannak. Jó, van persze bot. Ma YouTube-ban kell. De, hogy ne? Mert jobb lenne, ha arról beszélnél, nem mindegy, most ebben nem hogy, hogy én, És az a jó a YouTube-csatornámban, hogy az emberek nem tudnak rajta kiigazodni, ugyanis én. Olyan elemző vagyok, hogy sosem teljesen objektívan elemzem, hanem nekem az objektivitás azt jelenti, hogy. Vagyis lehet, hogy az objektívnak számít, de hogy ábrázolom mindkét szurkoló tábor véleményét, és ezt hasonlítom össze. Mm -hmm. De valamikor két különböző videóban. Szóval, volt, hogy csináltam ilyen videót, hogy Hamilton az igazi bajnok, következő videó Festippen volt a legjobb. Aha, és akkor így próbálsz a táncolni a pengét. És Igen. így annyira imádom. De Hamilton nyaló, szurkoló! De annyira, de halottam. És a következő, hát az előző videód után feliratkoztam, és most, Igen, most minden. hatalmasat csalódtam, benne. hogy gondolhattad meg magad egy hét alatt? Figyelj, minden nem csalódnak az emberben, de ez egy nagyon jó taktika egyébként. A szurkolók vére mennek, tudod. Ez, ez egy ilyen, hogy is mondjam, az élsportban a szurkolók is ugyanúgy, ugyanazzal a teljesítménnyel tudnak szurkolni, mint ahogy egyesek versenyezni. Mielőtt rátérünk a legutóbbi ö, Forma 1-es évadra, ö, sokan, ö, ö, hogy is mondjam, nehezményezik a, a Forma 1-ben mostanában ö, a szabályokat, és uh, azt, hogy túlságosan uh, láitos lett a Forma 1. Uh, így arra vagyok kíváncsi, hogy neked milyen, mi a véleményed erről, hogy túlságosan sok szabály közé vannak fogva, nem engedik azt az agressziót, uh, ami meg volt régen, hogy uh, te hogy állsz -e ez a kérdéshez? Mert ugye aki, aki, szereti az agressziót, meg a veszélyes vezetést, arra rámondják, hogy jaj, mert azt akarod, hogy meghajjanak a pilóták, stb. Ezt is megértem, meg azokat is, akik szeretnének egy inkább kicsit veszélyesebb uh, versenyt. Ez, ez nehéz kérdés, mert a, az agresszivitás, meg a szabályok tologatása az olyan, hogy az elkezdődik valahol. És van egy pont, amikor ennek gátat kell szabni, hogy ez tovább fejlődjön. Mert most, hogy egyre több pénz mozog a form egyben egyre nagyobb a tény, ha csak azok a szabályok lennének érvényben, mint régen, akkor már lehet, hogy minden futamon meghalnak a versenyzők, Jaj, vagy nem értem. tudom, meg hogy olyan pályaszélesítések lennének, mert mert régen például, amikor vágtak egy pályát, vagy szélesítettek egy pályát, azt nem azért csinálták, hogy mert kiszámolták, hogy hogy ez a jó, nem azért, mert annyira vérre ment, hanem mert mondjuk így adta ki. Uh -huh. Most viszont már, ha valami nincs szabályba fektetve, akkor a tét mozog kockán, főleg, hogy a Forma 1 a közvetítését sokkal többen nézik, és sokkal könnyebben elérhető, mint, mint eddig gyakorlatilag bármikor, és ugye nagy marketing érték az, az, a gyártóknak, hogy ezeket a kapukat be kell zárni. Viszont uh -huh. miután bezárod a kapukat, így is valakik át fogják lépni a kapukat, ugyanúgy, mint ahogy régen átlépték, és, és viszont most már meg kell őket büntetni, mert ugye, ha nem tennéd meg, akkor, akkor valószínű, hogy tovább fajulna a dolog, és ezt ugye nagyon-nagyon nehéz irányítani, és nem irigyelem a versenyfelügyelőket, meg a, a sportbizottságot, akik, a, akik ezekről az irányelvekről évről lévre frissítéseket adnak ki, de ez nem egyszerű összességében, azért egy érzékenyebb világban élünk, mint régen. Régen hánt, ha megfogta volna valakinek a mellét egy Lamborghini-ben, hát nem lett volna vele túl nagy baj. Most meg Mazepin majdnem keresztre feszítették. Jó, érte. nyilván ez ugye, ez és, ugye és, és bá -bá változott a, a, versenypályára is tükröződik kell. ez, ez a, ez, a, ez, a, változó világ, hogy azért mindent szabályosan, fair módon, egyenlő esélyekkel valósítsunk meg, és ezért szigorodik a Forma 1. És, és, összességében amíg nem jött idén first addig addig ez, ez egy, egy egyenesen arányosodan unalmas iparág volt agresszió tekintetében de de látjuk hogy egyének egy adott sportágban mennyi dolgot meg tudnak uh, változtatni Pontosod. mint Ronaldo a futballban vagy Jordan a kosárlabdában uh, és Ferstappen a Forma 1-ben, aki, aki újra visszahozta az ag agressziót, újra visszahozta a szabályok feszegetését, és erre nyilvánvalóan nem mindig volt jó reakció, nem mindig tudtak mit reagálni, de összességében ez a szezon nagyon-nagyon izgalmas volt, és én nagyon fiatal vagyok, de amióta nézem a Form 1 ez a 2021-es év, ez ez vitt mindent. Kicsit el lett talán, ugye már itt van a Drive to Survive, kezdik a nézők is egyre jobban, érezni a megrendezettség szagát, a még még kell, akkor igen. is, amikor nem feltétlen az. De összességében azt, ha bárki mondta volna az év első fordulója előtt, hogy egyenlő pontokkal érkeznek meg az utolsó futamra, és az utolsó kör utolsó szektorában fog eldölni a bajnoki cím, nem mondod azt, hogy nem, ilyen konkrétan nem volt a forma 1-es történelmemben. Nem, valóban nem. Ö, megértem, amit mondtál, ö, hogy ugye régen volt egy világ, ahol leszartak mindent, meg lehetett egy csomó mindent csinálni, és rájöttek akkor arra, hogy mennyi, mennyi rossz dolog van, és változik a világ. Alapvetően szerintem mindig pozitív irányba, egyébként, hogyha összességében nézzük, nem azt, hogy most éppen tudod neked, vagy nekem mi tetszik, hanem azért, ahogy látod, ahogy halad a világ előre, az embereket védik, a, a különböző jogaikat védik, a biztonságokat védik, stb. A világ. A pozitív irányba halad összességében, hanem is mindenkinek, és a formáj is leköveti ezt. Öm, egyedül az okozza a frusztrációt a nézőkben, meg a rajongókban, tudod, hogy Nyilván addig, ameddig ugye valaki ennyire domináns, mint Hamilton, addig nem jön ki ez a probléma. De ahogy jön egy, egy, egy vetétás, akkor ugye a szabályok arra jók, hogy ott fogják vissza őket, amikor már éppen elkezdenének versenyezni egymással. És itt a probléma, érted, hogy valaki most tudod, úgy bújik, hogy nem kellett volna, és így, mert most mit akarsz, engedj el. És tudod, hiába ismered a szabályokat, és vagy forma egy rajongó, ilyenkor mondod azt, hogy na levá. Hát ez kétfajta erény. Én megértem a Hamilton szurkolókat, mert Hamilton okos, és Hamilton tud veszíteni. Uh -huh. bárhogy is viselkedik most, alapból egy csatában a versenypályán ő tudja, mikor kell elvenni. És ez e, ilyen téthelyzetben, ekkora adrenalinnal szerintem egy tisztelendő képesség, hogy, hogy valaki ne. ennyire mérsékelt Igen. személyiségű. Ott van ez, ezzel szemben Ferstappen, akit meg szintén ugye sokan e, példaként emlegetnek, e, vagyis példaképként emlegetnek, hogy ő viszont e, nem tud veszíteni, de sok ember szerint ez nem is baj, hogy nem tud veszíteni, mert azt szeretik benne, hogy ő nem fog veszíteni, hogy ő vagy belehal vagy nyer. Ez a két opció van. És ez viszont ugye egy érzékenyebb hozzáállású embernek uh, már nem feltétlenül szimpatikus, hogy amikor már tényleg nem a tied a pozíció, te még visszadobod, és tudod, hogy nem fogsz befordulni, de leszarod, lesz, ami lesz, már nincs veszteni valód, max kiütöd, kitereled, nem érdekel. És uh, én amúgy nekem tetszett, felzeptemben ez ez a tulajdonság, mert enélkül nem lett volna idén bajnok. Szerintem neki volt a, a lassabb autója, az egész évet nézve, mm -hmm. időmérőn még kompetitív volt a Red Bull, de időmérőn, ne felejtjük el, egy pontot sem osztanak, és szinte minden egyes versenyen stratégiai és vezetői határok képességén kellett lenni ahhoz, hogy meg is tudják tartani azt az időmérős eredményt, és Hamiltonnal szemben nem egy hétvégén úgy versenyzett, hogy már Hamilton már előtte volt, de kiterelte még a fűre a. Derbe. Ő is bevetődött, nem vette be a kanyart, és ez elhozza neki végül a bajnoki címet, és az, hogy ezt hogy büntetik, az már egyáltalán nem az ő dolga, az már az FIA felelőssége, ő ezt egy hatékony módszernek fogta fel, küzdött, ahogy tudott, és kifizetődött, és szerintem az egész éves küzdelme után nagyon megérdemli a bajnoki címet, az és nagyon-nagyon komoly volt nézni, hogy gyakorlatilag a lehetetlent valósította meg ez az ember, mert a Mercedes ellen a hibridérába uh, nyerni olyan, mintha én uh, Usain Boltot szeretném lefutni szembeszélben. <laughs> Nyilván te sokkal jobban belátsz ebbe a dologba, de amúgy a személyiségbeli különbségeket, azt nyilvánvalóan azt mindenki látja. Egyébként, de az, hogy Hamilton mennyire tud nyerni, vagy mennyire nem tud nyerni, vagy Fersztap mennyire tud nyerni, figyelj, a nap végén mind a ketten autóversenyzők, és szerintem még mindig pontosan úgy utálnak veszíteni, mint mikor először veszítettek. Tehát ilyen, szellemű emberek, ilyen szellemiségű emberek nem tudnak veszíteni. És nem lehet két nyertes rácsok, hogy tudom, hogy nagyon sok Hamiltonos csalódott, de ha egy kicsit is Kicsit is együttérzőek vagytok, akkor gondoljatok bele, hogy ti most a csalódottság terhét elviselitek, mert ha... Hamilton nyert volna, akkor még pont ugyanennyi felszabbenes lenne, ugyanennyire csalódott, mert ott volt Silverstone, ott volt Hungaroring, amikor kilökték. Attól, hogy az utolsó futamon például született egy rossz döntés, ennek az utolsó futamnak is pont ugyanakkora értéke van, mint bármilyen más futamnak az, hogy ez döntött el a világbajnokságot, nem ez. Ez tett pontot az hmm. íre. Viszont a világbajnokságot az 22 futam alatt szerzett pontszám döntött el, és vissza lehetne teljesen joggal menni a világbajnokságot Korábbi pontjéra, amikor viszont Hamiltonnak hoztak kedvező döntéseket. Persze. És lehet, hogyha pont akkor az lett volna a döntő, akkor meg mindenki úgy szitta volna az FIA-t, mint most, csak akkor azt mondtuk volna, hogy Hamiltonból mindenképpen nyolcszoros bajnokat akartak csinálni. Ez egy ilyen feszültségekkel rendelkező bajnokságnak sosem lenne jó, tiszta nyugat vége. Nem létezett ilyen opció. Én is így gondolom. De ő legalább lovag lett. Így van. Az Azért kárpótolja az ember. Az az egy hely, ahol láttuk az elmúlt egy hónapban őt. Ah. Jaj, tényleg, igen, amúgy úgy így, igen, igen, annyira, annyira nem. Ez durva nekem, magát. amúgy kicsit sok, amit Hamilton csinál, hogy őszinte legyek, mert hogy ő mondta azt mindig, hogy mindent legyőzünk, együtt erősebbek vagyunk bárkinél, soha ne ad fel légy összes motivációs szöveg, ami fenn van az interneten, Hamilton Instagramján is legalább megfordult már egyszer. És ezt győztesként nagyon könnyű mondani, hogy, hogy én is, ha én lennék a világ leggyorsabb futója, akkor mondhatnám, hogy sikerülni fog nektek is, meg, meg hogy ilyen sományként mondhatom, hogy könnyű fogyni, de nem. Akkor kell mondani, amikor, 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 mondjuk meghízol, és aztán sikerül, vagy akkor kell mondani, amikor elvesztesz egy bajnoki címet, és egy új érában is nyer újra győznöd, és Hamilton most pont ebben a leggyengébb, hogy végig hogy mekkora nagy küzdő, de az első pofon után a legnépszerűbb autóversenyzőként még mindig fekszik a Földön. Én ezt megértem, hogy ezt mondod. Én továbbra is ugyanazt tudom mondani, és mondom úgy, hogy teljesen megértem, hogy mondasz, hogy autóversenyző, beléjük van kóda, vagy nem tudnak veszíteni, utálnak veszíteni. Ez, az egész értük arra szól, hogy nyernek. Tehát Jó, ez, az a ez mértékek nem tudják, tartása. Az... Igen, tudom, de ezt nem fogják tudni, szerintem soha életükbe levetkőzni. Mondom, akkor se, hogyha valaki bemegy előttük az ajtón. Uh -huh. Azt is mindig úgy fogják elviselni, hogy te mi a szar csinálsz. Van egy jó McLaren uh, reklám, még Alonso és Hamiltonnal, amikor Alonso és Hamilton versenyzett mindenbe, hogy kiül hamarabb be a szónában. meg... <laughs> igen, 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 de ezek az emberek akkor valahol valószínűleg így vannak uh, beállítva. Abban nagyon igazad van egyébként hozzáállás szinten, hogy ugye az embereknek ez egy uh, ez egy fontos lecke, hogy az élet az, 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 nem ott tesz próbára, tudod, hogy, hogy, hogy folyton különböző teszteket, vagy megmérettetéseket görlít eléd, nem azok a próbálja az életnek. A próbálja azok az életnek, amikor végre egyszer nem sikerül valami, és megint meg kell próbálnod. A, és a második próbára összeszedni magad, hogy legalább ugyanazzal az elánnal, vagy erősebben tud megpróbálni másodjára, az sokkal nehezebb, mint bármelyik próba. Csak hát van, aki megtapasztalta ezt, tudod, korábban, jött a pofon, van akinek meg, 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 később. Nyilván ez is egy, ez is egy attribútum, ez is egy, egy, egy tulajdonsága az embernek, amit erősíteni kell, vagy, vagy, meg kell legyen benne ahhoz, hogy tudjon menni. Mert azért na, tehát az emberek, az emberek a, a, legtöbb esetben nem arról szól az életük, hogy elkezdték a sikerszériát, és amíg éltek, addig tartott. Ugye ez, ez ritkán fordul elő. De ezek nehéz dolgok, na. De kíváncsi leszek a jövő évre, nem tudom, te mit várszattál az évtől? Hogy most ugye Hú, sok szerintem minden Szerintem izgalmas lesz nagyon. Um, nem várok csodát, hogy a ház hirtelen futamgyőzelmekért harcol, mert még mindig a legnagyobb csapatoknál vannak a legjobb mérnökök, mm. elég jól bezárt szabályrendszer van, szóval óriási kiskapukat szerintem nem lehet találni, így a fejlődés szerintem lineáris lesz a befektetett pénzzel, idővel, tehetséggel, és az ugye a legnagyobb csapatoknál legnagyobb ez a tényező. Viszont mindenki optimista, minden egyes csapat optimista, hat csapat azt mondja, hogy küzdeni fog a győzelemért, a Ferrari, a Red Bull, a Mercedes, a McLaren, az Alpine és az Aston Martin is, akik gyakorlatilag gyári csapatként mondják azt, hogy küzdeni fognak a győzelemért, nem létezik, hogy, hogy ne legyenek ezek a csapatok majd nagyon-nagyon közel egymáshoz. Szóval, szóval szerintem igazán klassz lesz. Mondasz, te mondanád te a Forma 1 valakit, aki most nem az élbolyban van, de szerinted a változtatások miatt nagyon ott lehet? Hát ugye tavaly hatodik lett, idén harmadik lett már, szóval ez nem tudom mennyire nem az élboly Ferrari, de szerintem a Ferrari lesz a legnagyobb győztes ennek a szabályváltoztatásnak. Uh -huh. Világos. Há igen, ez gyanús, gyanús kíváncsi, leszek, kíváncsi leszek nagyon, kíváncsi leszek nagyon, hogy ez, hogy ez a része, hogy fog alakulni. Te mondtad, de elmondtad azt korábban, hogy ugye nyilván megvannak a céljaid, mielőtt, mielőtt 30 leszel, ez egy ez nagyon jó kis, kis, vonal, amit meg lehetett húzni. gondolom ezt az esport részt, ezt addig csinálod, ameddig, ameddig tudod. Vagy ameddig... Így van, így van. Összességében ugye egy esport csapatban szerintem értékes emberek azok, akik már nagyon sok bajnokságon részt vettek, nagy tapasztalatuk van, és a versenyzőknek tudnak segíteni, mert a legtöbb e csapatban vannak diplomás marketingesek, meg a gazdasági szakemberek, meg esetleg orvosok, dietetikusok. Ez jó, ez úgy segít téged, mint ember, de Sokszor azt veszem észre, hogy még egy Formegyes csapaton belül is nagyon sok tag, magát a egyet, magát azt, hogy egy versenyzőben, akik legvégén a döntő részét képzik a munkának, az, hogy ők hogy teljesítenek a versenypályán, azt nem annyira értik, mert hogy soha nem élték át. És éppen ezért szerintem egy, egy teljesítményért felelős menedzsernek jobb lennék, mint mondjuk egy nálam sokkal jobb végzettséggel rendelkező, sportedző, mert én pontosan tudom, hogy mit él át az a versenyző, aki, aki az utolsó századokat is meg akarja keresni, és pontosan értem, hogy mi történik vele, és pontosan ki tudom szűrni, hogy mi az, ahol például tényleg ő hibázott, vagy bal szerencsé érte. Mert sokszor nyilván azért ferdít a valóságon az, amit ők mondanak mondjuk a, a melegfejükkel, szóval összességében én nagyon-nagyon én örülnék neki, ha esetleg egy ilyen performance coach, vagy driver coachként lehetnék jelen majd jövőben, az F1 esportban, segítve a csapatokat a teljesítmény maximalizálására, egy kicsit még mindig magaménak érezni a sikert, kicsit még mindig a tűz közelébe lenni, úgyhogy hogy nyilvánvalóan én is vezetnék, én is kipróbálnám a játékot, esetleg segítenék egy-két autóbeállításban, vagy hogy mit érzem, hogy, hogy lássam, hogy össze tudjam kötni az érzést, amit, amit mondjuk látok majd a, a, felvételeken, és nyilvánvalóan ez azt is lehetővé tenni nekem, hogy tovább videózzak, kiutazzak ezekre a helyszínekre, ez nem csak egy érdekes élet, de egy érdekes lehetőség ugyanúgy tartalomkészítésre és és, és karrier szempontból is. Szóval összességében azért 30 éves koromon túl tervezek, mert azt szerintem nagy luxus lenne, hogy csak 30 éves koromig dolgozom az életben. <laughs> én, én ezt a, a, ezt a, ezt a határt, ezt, ezt, ezt úgy tűztem ki inkább, hogy 30 éves koromra legalább versenyzőként maximalizáljam a teljesítményemet és hozzam magam olyan anyagi helyzetbe, ahonnan már viszonylag könnyebb megtalálni a helyes utat, és ne az legyen, hogy basszus, tegyek le kamion jogsít kamion sofőr legyek, azzal jót lehet keresni, de messze vagyok a családomtól. Tanuljak gyorsan informatikát, menjek el a Kodolányi Jánosra, média és kommunikációra, hogy majd tévében és sporti portál leszek. Addigra már egy tisztább körvonalazott mm -hmm. képet szeretnék magamnak megadott alapokkal. Figyelj, ez az, az hogy, az, hogy ennyire látod magad ez, ebben a dologban, és szerintem amúgy reális, amit mondasz, mert ez egy teljesen elhető valami, az mindenképpen jó, de ö, én azt gondolom, hogy mindig rengeteg sok időd van arra, hogy, 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 magát az életnek, de az biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztél már ennyi idős korodra is, és ez, ez, amúgy, ez amúgy ritka. Én nem biztos, hogy azt mondanám, bár a sportnál így van, hogy, hogy úgymond elcseszter ezt a sok évet erre az egy dologra, mert ez is rengeteg sok tapasztalat, amit majd fogsz tudni használni, de mindenképpen úgy gondolom, hogy, ö, hogy, hogy nagyon jó dolog, hogy, hogy a közönségből is látják, meg a fiatalok is látják azt, hogyha, hogyha valakinek vannak céljai. Mert én úgy gondolom, hogy manapság az egy nagyon ritka dolog, hogy valaki, tudod, ilyen célokkal a, a szem előtt indul, és tesz meg mindent. Mert sok embernél azt látom, hogy várják, hogy történjen valami. Lehet, hogy készen állnának, ők is tudod oroszlánt fogni az erővel, csak, csak, csak nincs, nincsenek célok. És azok mindig kellenek, akkor is, ha irreálisak. És én örülök neki, hogy hogy, 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 te egy olyan ember vagy, akinek, akinek így megvannak. És hát ezek szerint már elég régóta megvannak. Igen, ezek régóta azért... megvannak most igazából. Érdekes, hogy az embernek mindig van egy kérdése, hogy nehogy azt higgyük, hogy akinek megvannak a céljai, annak már játék az élet, mert mert ugye az első küldetés az, hogy megtalált, hogy mi a célod, Igen. és utána nem tudod le ezeket a küldetéseket, hanem utána nekem a következő küldetésem az, hogy kiderítsem, hogy ez valóban jó cél-e. Mostanában inkább ezen szoktam Igen. gondolni, hogy biztosan olyan-e az élet, mint amilyennek én elképzelem, és ugye ezen tűnődhet akár meddig az ember. De ebben teljesen igazad van, ez nagyon ilyen. Ezt a, mondom, én ezt saját magammal kapcsolatban is át tudom mondani, mármint azt a részét, hogy Hiába tudod azt, mert én is valahogy mindig éreztem, hogy, hogy fogalmam sincs, hogy mi, de valami lesz, amit, ami, ami, amit, amit meg tudok majd próbálni. Érted, ami, ami, hogy, hogy lesz, lesz előttem majd egy esély egyszer, a, ami összejön, és, és, és akkor majd meglátjuk, mi fog történni. És hál' Istennek én eljutottam az életembe munkaszinten is odáig már, mikor ez meg nekem, hogy el voltam én magamnak de, de akkor is, amikor, amikor, amikor ezt úgy, 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 meg tudod fogni, érted? Akkor ütni kell, mint a kurva élet. Érted? És fogalmam sincs, meddig tart. Én sem tudom, meddig tart ez a dolog. De addig fogom nyomni, ameddig, ameddig tudom, amennyire csak tudom. Aztán majd kiderül, érted? De úgy, úgy sokkal rosszabb lesz ö, visszanézni rá, hogyha nem így csinálod. Hát igen, egyszer, tudod, kipróbáltam ezt az autóversenyzést. Nem tudom, mi lett volna. <laughs> ja. Tudod, az úgy mindig, az úgy mindig olyan szar. Úgyhogy nem tudom, én nagyon örülök neki, hogy, hogy, hogy a te is olyan, ami, ami, ami elindíthat embereket egyébként a versenyzésben, vagy akár tudod, egy komoly hobbit tud adni, mert érted, ezért egy komoly hobbi is egy nagy érték tud lenni a mai világban. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm szépen a meghívást. Bármikor, hogyha, hogyha akármikor kedved van, mi itt vagyunk, csak szólj, és akkor leugrassz, és beszélgetünk egyet, jó? Rendben. Köszi szépen nektek is, látszok, legközelebb találkozunk. Szevasztok!